Na sziasztok fiúk, lányok, Paplóag vagyok, és Star Citizen-ezni fogunk méghozzá. A mai nap ki lehetett bírálni gyakorlatilag a Star Citizen-be a bányászhajót, és ezt akarjuk megnézni, hogy milyen a bányászhajó. Ha bármi problémát észleltek a mikrofonommal, a hangommal, akkor kérlek szóljatok, mert egy kicsit mókoltam vele, hogy amikor esetleg megijedek, akkor ne bassza ki teljesen a fületeket, csak félig, de majd valószínűleg egy hozzáértő emberrel leülök, aki vágja, hogy mi a francot csinál, mert én nem, de megpróbáltam. Szóval igen. Meg elvileg nem leszek annyira zajos, mint eddig. Az az igazság, hogy én már végignyaltam a dolgokat, de a bányászhajót még nem vittem ki, sőt, fingom sincs, hogyan kell bányászni. Itt van Bex. Csá, Bex! Csá. Mizu? Tart még az az ingyenes izé? Tart még az ingyenes hét, és átraktam a SSD-re a Star Citizent, és nyertem 20 FPS körülbelül. Ami az úgy elég erős. Megdupláztat mondjuk úgy. Hát, 30 volt. Ilyen 30 körül volt. Mondjuk nem 30 körül volt. Ilyen 25 körül volt. Mondjuk a fővárosban így is ilyen 30 és 47 között kapog. Jó, oké, megpróbálok. De egyébként meg ilyen 60 és 90 között, ami azért szerintem már elég vastag. Itt van Jason is. Szerintem fájni fog ez nekem. Berántom. Csá, Jason! Miért te felraktad te is SSD-re, vagy továbbra is a Vinyodon próbálkozol? A Vinyodon. Jó, hát idővel csak ki tudsz jutni Hearthstone-ba, kappa. Na, üdvözletem. Nem tudom, hogy olvastad-e, vagy nem, gondolom némítottalak. Igen. Aki gondolkozik, hogy megvegye a Star Citizen-t, vagy beruházol rá, nagyon szép akciózást tettek be. Kérlek szépen. Ma, mai nap 2 órában ezelőtt. Szia, papi, szép estét. Én megilletődtem, mert mondtam, ma megveszem. 52 helyet fizettem 40-et. Igen? Wow, fiúk, lányok, felkiáltó SC-t, hogyha beírjátok a chatre, hogy szuper szexi regisztráció után akár szuper kedvezményeket tudjátok megvenni. Most már azért 26-27 FPS-en van. Szefinek nagyon szépen köszönöm a raidet, és nagyon szépen köszönöm Linzergnek a cheert. Kivisszük a bányászhajót, megnézzük, hogy a fenébe kell bányászni, mert fogalmam sincs róla. De előtte természetesen megmutatom nektek a hajókat, hogy hogyan néznek ki. Mert végigmentem és végignyálasztam az összeset. Nem fogjuk egyenként kikérni, lemegyünk szerintem, és megnézzük, hogy hogyan néznek ki a kiállítási helyiségbe. Ma Misk nap van, alias van kétféle gázbányász, ha jól tudom, azok gázbányásznak, a Starfarer és a Gemini, ha így mondják egyáltalán. És van egy bányász, meg egy multi-crew ship, a Reliant. Van nekünk egy, azt hiszem, hogy az talán egy földszíni motor lesz, egy homok motor. Meg egy freelancer. Ezekre a hajókra emlékszem így fejben. Homok motort fel tudod tenni a nagy hajódra, hogy levitt egyáltalán a bolygóra? Vagy így van, ezt így meg tudod csinálni. Hallod, papi, erre hát ha te tudsz nekem válaszolni. Nekem egy varázslatom van. Megvettem igen? Ezt a 40 eurós csomagot. Ugye Mustang Alpha, mondom, jó lesz, van rakomány tartása is, meg hasonló. Mm-hmm. De, most kapaszkodjál meg. Nekem van egy RSI Aurora MRM is. És úgy, hogy csak most fizettem egyetlen egy dolgot a játékban. Lehet, hogy a Free Flight miatt, vagy bármi miatt. Nekem valamiért például két darab Retaliator-om van, pedig csak egy van. De hogyha kettőd lesz, akkor örülj nagyon. De az a lényeg, amikor felmész a weboldalra, akkor mit látsz, amikor rámész a hangárodban? Az a real deal do. Szia nyú, sziasztok! Megnéztük az új Pókember filmet. De rendben volt. Rendben volt. Nagyon. Szia Bittersweet, szia Brian, szevasztok. Ma elvileg nem kellett volna streamelnem, de biztos voltam benne, hogy hazajövök és ki akarom próbálni a bányászatot, és akkor már úgy voltam vele, hogy akkor megmutatom nektek, hogy ha tizen vagytok, tizen vagytok. Szervusz, bumbornyák! Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Hogy vagy, kedves uram? Én nagyon ráfügtem erre a játékra, az a baj, hogy így ma is már voltam benni csutyomba, meg ilyenek itt a streamen kívül. Majdnem streameltem, csak rájöttem, hogy van egy óra, most egy órát streamelni, az olyan, mint nem tudom. Halottnak az ölelés. Tegnap milyen csúnya mire megjöttek, jártam. Már nem streamelek. Igen, mi volt tegnap? Ugye csináltátok nagy bajzét, a Sea of Thieves-et.
Igen. Mondom, egy kicsit bemegyek én is, hát. Ugye, kis hajó, jó lesz az. Téged lőttünk 14... szarrám? Nem. 14 darab izé, ládát összeszedtem, már a 14-ből 10 darab volt ilyen kapitányi láda, ugye a szép arany. Uh-huh. És én marha állat, nem tudom milyen megilletődésből, feltettem a síró ládát a hajóra. És elsüllyedtél? Mint a szégyen. Halad, azt a kis hajót ugye nem kell mondanom hány tized másodperc alatt öntött el. Ez kínos. Igen, és így... Na jó, most jött el az alvás. Na jó, én elmegyek cigizni, mert pont amikor elindítottad a live-ot, megjött... Van valami... Hallod, nem a MISC van, mint délelőtt. Cseréltek hajókat? Nem tudom, én a legutolsó infónak a MISC-et. Az volt, de most más tír ki a lift. Nem áll, én befeszültem, hogy bányászni fogok. Mondjuk, hogy a 24 órán keresztül... Igen, más hajók vannak! Consolidated Outland. Na bazd meg. Már elnézést. Bugik! Bugik! Homokjárók! De jól néznek, kis gépágyú is van a tetején. Te ízét nézted meg a Hulk versum, vagy mi az? Így van, igen. Jó? Nagyon, nagyon jó volt, nagyon élvezetes volt. Gyerekek. De jól néznek ki. A tankot láttad meg? Hát ezek azok gyakorlatilag, amiket látok én. Ezek még csak a szállítók van, kimondottan tank. Szállítók? Hát gépágyú van a tetejére, egy forgógép fegyver meg. Van külön tank. Igen? Nem láttam még akkor a tankon. De ez durván néz ki. Hello baby. El sem hiszed, de oda tudod csajnom. Azt elhiszem, azt nem hiszem, hogy nem fogsz kikresselni egy 3 másodperc után. Hát én gyorsan nem megyek, elfüstölöm magamat, mert most mondtam. Power on? Engine on? Nem tudok tudálni. De te most azon a bolygón vagy? A Hurstonon vagyok. Visszajöttem ide, hogy meg tudjak mutatni ezt. Ez baba ez a... Uram atyám, de jól néz ki ez az autó, Gatsz, hallod is. Most van egy gépfegyver van a tetején. Azt a minden. Van ilyen, hogy rend? Van. Ez viszont nem az űrhajó részre kell menni, hogy ezt le tudjad spónolni, hanem a homokos részre. Hogy ki tud kérni. És itt vannak a Mustangok. Gyerekek, gyakorlatilag ez az egyik kezdőhajó. Ez a Gamma lesz, ez a versenyhajó, így van. Van egy ilyenem. AMD kártyákhoz járt régen. Úgy sejtem, hogy ez lesz a sima. Ez a Mustang Alpha, így van. Ezt az űrhajót kaphatjátok meg gyakorlatilag akkor, hogyha megveszitek a játékot. És én úgy látom egyébként, hogy raktak bele rakteret. Ami régen nem volt. Így van. Akkor most már azt sem mondhatom, hogy nincsen raktere a cuccnak. Mert itt van egy csomagtartó és fér bele. Legalább annyi belefér szerintem, mint egy aurórában. Csak ebben szerintem nincsen laktér, nincs ágy benne például. Már ott van hátul valami űrkoporsó, ebbe ki lehet szállni hátul? Mindjárt megnézünk. Ha ebbe is van egy űrkoporsa, akkor nem éri meg most már az aurórát venni szerintem, csak hogyha tetszik a dizájnja. Nyomtam egy H betűt, hova rak? Nem lehet a háttérbe bemenni sajnos. Hát akkor az auróra azért még itt ott versenyzik. Bár nem értem, hogy itt miért nem tudják hátrafordítani az ülést, hogy oda valaki beállhasson, mondjuk. De ott azért hát... Ez egy személyes. Ott azért el lehet férni. Szerintem. Itt van a izé, itt van a Mustang Delta. Ilyenem is van. Ez gyakorlatilag ennek a hajónak a harciasított változata. Vannak rajta ilyen durum rakéták. Itt,
hogyha megnézitek. Ezek nem tudnak hőt követni, ezek csak lőnek előre, mint a vadállat. És van rajta pár cucc. Egyről egy kicsit még bugosak, mert nem mindig nyílódnak fel a szárnyak, meg ilyenek, és akkor nem tudsz rakétát lőni. For like no fucking reason. És akkor azt hiszem, hogy a gépágyú is bebugzik. Ez eddig nem volt, csak most dolgozták újra gyakorlatilag ezt a hajót. És ez meg a kedvenc hajóm, amit lecserélt. Lecserélt a szörnyű, a rossz, a Scorpius, a Mustang Beta. Ez azért a kedvenc hajóm, mert ebben van laktér. És az lenne még jobb, hogyha ezt a lakteret egyébként innen ki lehetne nyitni. De valamiért erre nem adtak lehetőséget. Pedig tök jó lenne. Mert most gyakorlatilag csak úgy tudsz bemenni ebbe a hajóba, ami tök farogság egyébként. Hogy beszállsz az ülésbe, és kifordítod magad az ülésből hátra. És gondolom ezt nem nehéz elmondani, hogy ez miért hülyeség. Azért, mert hátul egy teljes lakrész van, és akár mondjuk mehet veled a, nem tudom, a haverod, meg ilyenek, és amíg te vezeted, addig ő simán tök jól el van. Szóval, ha megnézitek, exit rear, megfordulsz, és egyébként körülbelül úgy eddig, ahogy ott ez a fekete cucc van, eddig egyébként az összes Mustang hajóban van a hely. Szóval én nem értem, hogy miért nem lehet az összeset megfordítani, és amíg egy valaki vezet, addig egy valakit, nem tudom, reszelni a répát, és akkor mégis ketten mennétek egy hajóval. Na mindegy. Itt erre van lehetőség, hogy megfordítsátok, és itt van egy ágyikó, meg itt van egy budi, de ezt annól mutattam. Itt a kis kapkantó. Ezt át lehet állítani valahogy zuhanyzóvá, mindjárt megnézem. Vagy alapból, ja nem, alapból ott van a zuhanyzó rész, és akkor látjátok, ott rács van, gyakorlatilag itt lefolyik. Magadra tudod zárni az ajtót, hogyha akarod. Itt régen ezért egy kicsit kampibb volt, Scorpius azért lőtte ezt ki, mert régen itt volt egy ilyen kis bárpultod, és mögötte volt az ágyad, ilyen kanapészerű. És azért ez jóval háziasabb volt. Most egy kicsit ilyen lightiba vették a dolgokat. Minimum egy tévét beraknék azért. Szóval nekem az furcsa, hogy ez ennyire puritán lett, de még mindig tetszik ez a hajó. Szóval, ha egy egyszemélyes hajóm lenne, akkor biztos ez lenne. 100%, hogy ez lenne. Na az, hogy tényleg ott van egy ágy, meg ilyenek. Én az szerepjáték aspektusa miatt szeretem ezt a játékot. Hogy tényleg egy fasza nagy MMORPG-re, szóval mindenféle hülyeséget lehet csinálni, és többek között aludni. És sokkal jobban bele tudom képzelni magam egy olyan űrhajóba, ami hiába megy több száz billió kilométer, az meg, akkor legalább van egy ágy, amire le tudok ülni és elolvasni egy könyvet közben. Hát a többi hajót felesleges megmutatni, igazából kurvára ugyanúgy néznek ki belülről, de jól beleülünk azért mondjuk ebben. Jó, ha kilövik a 2 milliós hajót, úgy van, meg kell venni. Minden hajóra kötsz biztosítást. És a biztosítás, mint ahogy az autóknál is működik, egy kisebb összegért megjavítják a hajódat rendesen. Jó, hogy valaki föltette ezt a kérdést, mert aztán ebből is mókoltak most, hogy lejjebb vitték az árakat. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de most valami megemelték a biztosításnak az időtartamát, amit alapok az. Aha. Meh. Nekem van a nagy hajóm az lifetime insurance-es, szóval. Jó, hát akinek... Az egy vagyon volt, hozzá kell tenni, hogy én azért ráköltöttem. Nem olyan sokat, mint a srác, aki itt volt monoklival, Tom. De azért nem tudom. Szerintem egy 300-400 dollárra van a játékban. Mert alapból vannak olyan hajók, amire adnak lifetime-osat, de aki eléri az 1000 dolláros befizetést összesítve, az automatic megkapja ezt is. Igen, ezt nem tudtam. Mindegy, egyébként srácok, még miért most megijedtek, hogy mi dobálózunk ezekkel a 1000 dollárokkal, meg ilyenek. A játék egyáltalán nem kerül ennyibe, és szaréhúgyér is meg lehet venni. Szóval egy 40 pár dollárért meg lehet már venni. És azzal ugyanúgy meg fogod tudni majd venni játékbeli pénzért egyébként a legnagyobb hajót, amit most mások képesek több százezer forintért megvenni. Ez micsoda ez a hajó? Ez ilyen javító hajó? Argo. Argo MPUV Transport. Mi ez? Utility Vehicle. Ez szerintem a legkisebb kereskedőhajó lesz.
ahogy nézem. Igen, mert ez a kargó. Így van. Ha megnézitek, ez itt, ezek a cuccok, ez mind elektromágnes, és gyakorlatilag azért, hogy amikor szállítotok árut, akkor arra rátapad izomból. Én mennyire vettem a játékot? Először valami 30 dollárért körülbelül, eBay-en vettem egy olyan kupont, ami járt Nvidia videokártyákhoz. Aztán utána megtetszett, és akkor mindig vettem nagyobbat, meg nagyobbat, meg nagyobbat, meg nagyobbat, most már sokat költöttem. Na ez viszont mi? Mi ez a cucc itt az alján? Megmutathatná. Na, papi, gyorsan még egy úgymond relatív fizetett hirdetés, hogy a pakkoknak most az ára az úgy néz ki, hogy van a Aurora, illetve Csátom. Aurora MR és a Mustang Alpha 12 euróval olcsóbbak. Illetve... Ugye az ember szállító csak rosszul van leszpónolva. Illetve vannak nagyobbak, ugye, mert most van a Stalkernek is így a pakja, az 75. Hát ezt meg tudják nézni, hogyha felmennek a linkre. A lényeg az, hogy olcsóbb. Ja, nem? Mondjuk igazából. Ez így. Felesleges végigolvasnunk, hogy mi mennyibe kerül. Srácok, ma akciós a cucc. Érdemes megnézni, viszont hiába van ez a nap, elvéletileg én még ki tudom vinni a bányászhajót. Szóval csak kivinném a bányászhajót, mert soha az életemben nem bányásztam egy percet se. És most már azért megnézem, hogy hogy működik. Egyetlen egy dolgot felejtettem el, ami lényeges. Limitált számban kaphatóak. Ja, limitált. Szokott lenni, hogy ilyen 200 darab mondjuk, hogy mi az, 2000 darab és akkor... 2200 van most az Aurorából, és 2000 alatt van azt hiszem már a Mustang. És igazam volt, mert 72 hónap izét ad rá. Jó, a stream után marad még valamennyi, akkor szerintem veszek, hogy tudjak sorsolni majd közöttetek. Jelenleg van egy Aurorám, ami kisorsolós. Kellene vennem még mellé szerintem mondjuk 2-3-at. De amúgy nagyon gondolkoztam, hogy most Mustang vagy Aurora legyen, de ugye a Mustang az alapból egy 30 eurós hajó, a Aurora MR az meg egy 25 eurós hajó. Annyi különbséggel ugye, hogy a Mustangnak van kargó helye, az Aurorának meg van ágya. Az Aurorának van alvó helye és raktere egyébként. A seggébe be lehet pakolni ugyanannyit, mint a Mustangba. Igen, mert ezt így elfelejtették írni a neten. A hajó oldalán fenn van. Hajónak az oldalán látszik meg, hogyha oda mész egy transport konzolhoz, ahol tudsz vásárolni cuccokat, akkor az kiírja, hogy mennyi fér melyik hajóban. Mert már lehet kereskedni. Ha megnyerem, játszhatok veletek? Ez a lényege. Nem ígérem, hogy idővel mindenkivel Discord kapcsolatot fogunk ápolni, de szerintem az in-game voice chatet kéne használnunk majd, hogy szerepjátékos legyen az egész. Igen, utána egy kicsi gázt adjál, légy szíves. Azaz. Reliant Core, Starfarer Gemmel, Razer, Prospector. Én beszorok, behúgyozok, hogy pont a bányász nem hoztam ki. Nincs valakinek egy felesleges bányász hajója? Tomaszt írja, hogy ott van. Hol? Az a Prospector? Light Mining. Végül is. Papi, a oldalon a hajóadatoknál ugye a cargo capacity-re gondolt. Így van. Oké, ott az MR-re minusz tír, azaz ki van húzva. Egyedül a... melyiket? CL. Szerintem akkor a CL jár hozzá. Valami az alapban van, az biztos. Az alapban kell, hogy legyen. Van olyan, ami úgy van csinálva, hogy ne legyen, de kellene lenni egy ötösnek rajta. Mondom, hogy teljesen ki van húzva, azért is nem választottam. A CL-nek van, de az meg ugye 45 eurós hajó, azt meg külön kellene megvenni, vagy átkézni. Ugye megnézem egy pillanat. Azt mondja, hogy SC. A leggyorsabb, amikor a chatről megyek át a Star Citizenre. Ott a link. Flight Store.
Nézzük, view all. Viszont... Aha, mert hogy ez az MR jár, és az Aurora MR-nek nem lenne cargo capacity-e. Hát nincsen, a Mustangnak meg van egy 6-os alsó hang. Volt a lift? Ez fura, mert akkor... Nem tudom, az Aurorát akkor kihasználna bármire. Hogyha még pakolni se lehet vele, az bánat. Várja, manufacturer az RSI. Aurora MR. Aha, Light Fighternek számít. Akkor lehet, hogy azért, mert hogy ez egy Light Fighter, és akkor nem lenne neki? Hát most, hogyha tudnám a városban, hol van a kereskedő konzol, akkor lehívnám a MR-t, azt meg... Tényleg, cargo capacity ki van húzva. De durva. Visszaszívtam mindent. Hát, ne vegyetek Aurora-t, gyerekek, mert fasság. De durva, a régihez járt. Azt mondják, hogy azt ne nézd. Miért ne nézzem? Azt írják, hogy 2-3 közötti SCU van rajta. Igen, ezt akarom most megnézni egy trading konzolra, csak most így hirtem, nem tudom, hol találok egy. Hova kell menjek a metróba? A stationre. Mi az? Stargate vagy? Ami úgy hangzik, mintha egy űrállomás lenne. Jó. Na gyerekek, tippeljünk, rommá töröm-e a hajót? Az a különleges képessége egyébként. Igen, pont ma jött a e-mail, hogy feltetted a videódat, és ott is a i600-as csak úgy négyszer törted. Ah! Azt ma ment ki? Igen, nekem most jött az e-mail. Hibátlan. Azért panaszkodtak, hogy se VoIP, se VoIP-ot nem használok. Azt sem tudom, mi a VoIP. Voice over audio protocol. Hát ez... sima hang. Rossz kávér. Itt van Kővári úr? Ó, már ki is izélte! Megbántotta őt! Megbántotta őt a streamelemet! Hú, de gyorsan száll fel ez a mining hajó. Kávéri, bejött és savazni mi? Hogy hány száz év mire elkészül a játék? Egy pillanat, mindjárt leszedem rólad a timeoutot. Ja, már megcsináltam. Már leszedtem. Jó van. Ja, voice over IP-hez nincsen bekapcsolva a backend? Szóval akkor nem is tudnánk kizé VoIP-elni jelenleg? De gáz. Na jó van, soha az életemben nem bányáztam, de úgy láttam, hogy szkennelgetni kell közben. Mert mindig ezt csinálták. Szóval elmegyek mondjuk... valamilyen... aszteroida menő mezőbe. Mondjuk ide. Hát, ha ott van valami. Hurston holdjaira akarsz menni. Értettem. Akkor Hurston holdjaira megyek. Mondjuk lemegyek Itamira. Itamin van bányászni való? Ő se legyen magányos, érted? Valaki rászáll legalább. Kitúrom Itamiból a kristályokat. Hát jó, tudom. Amint megtalálom, hogyha... ú, nem megyünk Itamira. Itami az nagyon rossz helyen van. Sajnos egy egész bolygó áll közöttünk. Az biztos, hogy az lenne itt, ami? Kölcsön metró. Jött eszembe, papi, azért invőj be minket partiba. Egy punanyalat, csak... próbálok találni egy olyan bolygót, ahol el tudok ugrani. Én fel tudtam jönni egyébként ide. Fettem.
Igen, csak pont nem látjuk egymást, mert ugye partin kívül max. Automatikusan, hogyha bejöttök, akkor joinoljatok rá a Hun chatre. Beírjátok nagybetű, hogy Hun. És akkor már legalább ott leszünk. Bazd meg, mi mindig az itt, ami van kijelölve. Miért? Hát rányomtam, hogy Magda. Leave Itami alone. Nem kell ez a tetves metró, hát én felgyújtom. Na most... Nem jön a metró. Nem akarom azt mondani, hogy ötletem sincs, hogy hol a faszomban van az a csillag, ahova mennem kéne. Mert ez talán erős lenne, de pont erre gondolom. Argo... Az a Chavez. Most van Kaveri ingyenes hét. Ja, ingyenes hét van Kaveri. Meg kihoztak egy olyan patchet, mint látod, hogy van egy kurva nagy város, ahol lehet metrózni, már lehet Ria Manier hajókat venni. De nem jön a metró. És most béreltem ki például egy bányát, vagy bányászhajót, és nem tudom, hova a faszomban van az a bolygó, ahova el kéne mennem. Jó, nekem egyébként tök jó volt az első úti cél, amit kijelöltem, mert azt legalább láttam. Most? Most látom, hogy valahol ott fel van. Majd onnan tovább ugrok. Csak ki kell jutnom most az atmoszférából. Megnézem kívülről, hogy néz ki az ajó, hogy ne kapjak szívszélütést, amikor esetleg hátrafordulnak a hajtóművek, és elkezdek lezuhanni. Aha. Azt mondja, vigyázzak, mert jön a metró. Ne rakd vissza! Nyisd ki! Lábakat fel, hajtóműveket hátra. És 90-es dőlésszöget kell csinálnom. Az valahol... Itt lesz. És el kell képzelnem, hogy növekszik az attitűdöm. Növekszik, király. Nem. Na nézzük. Nem fogok lezuhanni. Ups, 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 ups. Híres utolsó mondatok? Én az a terves metó. Ki kell jutnom a légkörbe. Már az egy tizedét megtettem ennek. Hát nagyon szépen köszönöm, Tom. Akkor oda megyek gyorsan, lecsekkolom, amíg el nem tűnt. Holnap már jár le, nem? December 1-ig ingyenes. Akkor lehet, viszont nekem van egy Star Citizen-em, amit úgyis ki fogok köztetek sorsolni, meg akkor valószínűleg fogok venni még. De most, hogyha meg akarjátok venni, srácok, most le van akciózva, most van lehetőségetek igazán jó áron megvenni, szóval írjátok be a chatbe, hogy felkiáltójá SC, SC, mint Star Citizen, megkapjátok a linket, amin keresztül, hogyha beregisztráltok, és megveszitek a játékot, akkor jóval olcsóbban tudjátok ezt megtenni, és javaslottátok egyébként, hogy választhatok az Aurora és a Mustang közül. A Mustang az nagyon nagyon egyterű, szóval tényleg csak üldögélni tudsz, viszont annak egy kicsivel nagyobb talán a raktere. Így igaz, most néztem meg, Mustang Alfának 4 SCU, az Aurora MR meg 3 SCU. Na igen, és az Aurorában még van egy ágy is, szóval RP szempontjából érdemes megfontolni. Beestem a városon. Jó, ezt én is szoktam, amikor még nem SSD-n volt. Az rekt, az halál. Igen, de egyébként azt csináltam, hogy kinyílt a metrónál az ajtó, hát mondom, ez nincs itt. Aha, és bementél, ezt... Bementem, elkezdtem futni, megfordultam, és ott volt a metró. És elgáz vagy? Metró baleset. Nem, befutottam, is lezvoltam. Szia Csabai! Csá, péntek! Péntek, nem jössz? Letöltötted már a gémet? Ideje lenne elmennünk már játszani benne. Most megyek bányászni, bástya, megtanulok bányászni. Remélem Tom segít nekem a chatben. Tom, egyébként, hogy fenn vagy Discordon, akkor be tudunk húzni. Nincs testem. Mi jut eszembe, én meg szerintem utánad megyek az izével a Mustanggal aztán, hogyha úgy van kísérlő. Hát csak nem lövik le ezt a szegény bányász, hogy itt van fegyelm? Ó, hallod bácsi, pu! Megjött a testem. Mindennek vége. Hős utolsó mondatok. Nem, a fő problémám igazából az, hogy azt nézem, hogy 8 darab cseff és 8 darab flare-je van ennek a hajónak.
Egyértelmű, hogy rájuk két darab kalózhajó, akkor már halott, hogyha csak rakétákat lőnek rá. Hát igen, ezért van az, hogy gondolom a bányászokat kísérik, vagy valami. Nem tudom, lehet, hogy lesz ez. Ingyenes hajóval megyek utánad. Na, még 18.000 kilométer, és kin vagyunk a légkörben. Meghaltam így már a hatodjára. Miért nem rakod át egy kurva SSD-re a játékon? Hát, mert ha Windows letörlöm, sincs annyi hely rajta. Ja. Tom közben belépett az SC szobába. Jó van. Bex, berántad, úgyis halott vagy. Kérlek, szerinted lemerem tálcázni. True. Behoznám, de hát ugye, nekem nincs ilyenem. Hát ez ilyen, ez a kiváltságosoknak a dolga. Jó, majd viszek ilyen három pálinkát. Ja, úgy megy az. Akkor négyen. Szia, szia. Hali, na nézzük, ráugrok Arielre. Az vörös hajú pornós. Mármint semmi. Nézzük. Ja igen, pont arra gondoltam. Lift! Itt a lift. Ariel Redhead bolygó. A végtelenbe is tovább! Figyelj Tom, ha már itt vagy, egy gyors kérdés. Tudsz valami megoldást az FPS droppokra? 980-as GTX-hez, illetve egy 740-4770K-hoz? 16 SSD-n van? Így igaz. Szia Ricsi fiúk, köszönöm. Az a baj, hogy Hearthstone-on az droppol. Ha bármit csinálsz. Az még nekem két darab 1080 Ti-on van, és úgyis 30 FPS-re ledroppol, meg még lejjebb. Van rá megoldás, Paks 2. Így. Jó. Ezeket az aszteroidamezőket tudom bányászni itt? Szkennáld be, de szerintem ott nem spannol. A változatosság kedvére egy kicsit. Szerintem majd küldetés akar ott lenni majd, csak nincs kész. Aha. Na várjunk, feltöltöm. Ha szétesett valami, azt keresd meg a maradványokat. Szia, Quantum Trail, az nem mozgál. Ja, ott látok valami maradványokat. Lehet, hogy ez a iziknek jó, nem azoknak a reclaimereknek. Az majd csak 3 pontot be lehet. Azt mondják, hogy vedd ki a vészinket, hogyha ilyen van. Na, nincsen bent az a poén. Akkor tedd be. Alapból nem. Mibe kerül ez most? Fú, pont az előbb néztem meg. 40 és fél euró. 40 és fél euró. És limitált darabszámban 72 hónap biztosítással a hajó. Azért érdemes még most benevezni, mert most olcsóbb még, és már egyébként látványosan elkezdett működni a játék. Nagyon-nagyon sok mindent raktak be. Ó, itt rengeteg roncs van. Hát igen, ez biztos, hogy ez egy ilyen reclaimer-ös mission. Hát mindenhol csak hajóroncsok vannak itt. Gondolom össze lehet gerebjézni valamennyi pénzt. Viszont erre az Arielre, hogyha leszállok, az nekem jó. Úgy néz ki, mintha ez égne. Bányászható kövek most a holdakon spannolnak a felszínükön. A jelának az aszteroida övébe. Meg az aszteroidajöv, ami Levski ott van. Uh-huh. Vagy aszteroidajövben van, és abban is spannolnak. Bányáztál valaha? Soha az életemben. Sosem volt bányászajon. Ne robbants fel magadat. Mi? Hát tudtad tölteni a követ, és akkor fölrobban, és akkor az rossz. Ja, értem, akkor nem menjek túl közel hozzájuk, amikor bányászok. Hát ne, nagyon, csak ne tölts túl. Energiával. Hm? Most már meggondolom, hogy utána. De ha találsz olyan követ, ami nagyon nehéz szétlőni, akkor azt többen is tudjuk bányászni. Nincs itt a metró! Uh-huh. Tehát több prospektorra oda megyünk, és akkor mind az... Meg kell veletek osztani akkor pénzt! De nincsen már prospektor bérelhető, csak reggel még volt. Na, hát, kurva jó, hogy nem streameltem ki, nagyon ügyes voltam. Most van valami értelmi hajó lent? Mustangok vannak igazából, főkép meg a izé van. A Psycho... Hát azok a kis... Igen. Bugik.
Az egyiken van géppuska, úgyhogy... Igen, az vaddisznón néz ki. Csak nincs olyan hajó jelenleg, nem, amivel gyakorlatilag ezt lehet bántalmazni. Hát, befér. És hogyan főleg, rakod be? Hát, fölhajtaszra. Hát, de ki lehet kérni mind a kettőt egy helyre? Hát, ki kéred a... Mondjuk az egyik költök le... Úgyis kér... Ez a probléma, az hogy az egyik valaki kiveszi a izire. Kiveszi a perimeter line-nak. Igen. Hát, de ez olyan gáz. Miért nem lehet bele spawnoltatni? Még kell ilyenekkel trükközni. Hát már ahhoz is felhasználói felület kell, az meg nincs kész. Hát mindegy, lassú vízpartot most, legalább már látványosan halad. Hú, de jó nagy part lesz. Azért tölt be nagyon lassan szerintem Covery, mert tudod, most limitáltan meg lehet venni a játékot olcsóbban, és ilyenkor rohamozzák. Múltkor, amikor karácsonyi leárazás volt, és ilyen 30 dollárért lehetett megvenni a hajókat, akkor elmondom neked, hogy volt valami 20 000 hajó, és fél óra alatt fogyott el az összes. Én vettem 5-öt. Emlékszem, akkor az összes akkori havernak vettem. Hopp, 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 bányászt. Találtam bányászni valamit. Kiszállt? Na, profi vagy. Hát már a módka is eljutottam ideig, kikértem a hajót és ott keresem. Ja, az kínos. Hú, Bex, figyelj, akkor én beinvitálok aztán, hogyha úgy van, akkor el tudunk menni egy... Imádok egy kicsit elmenni. Igen. Legalább férfiakkal, mi? You are living a green zone. Meddig lő el a bányász lézerem? És hogyan kell használnom? Hogyan kell használnom? Hát, ja, a bány, ami ja, az M-et megnyomod. Mátyás. Atyas. És hogy látom, hogy csinál-e vele valamit? Azt írja, hogy felszín hát depozit. Írja, hogy quartz, meg hepasite. Igen. Hepo. Jaj, nagyon jó holdra mentél. Még közelebb kell menjek? UI-t. Egy kicsit mehetsz közelebb, de kapcsolt ki. Igen, ez nagyon jó lesz, mert nem látod a felét, hogy mit mutat. Ja. Felszín miatt. Lehetne este. Na most olyan, mintha ott jól csinálnám a dolgokat. Hát ugye felét nem látod, amit ott van. Ja, miért valamit ilyen... Ez egy minigame ilyenkor, vagy mi? Igen. Nagyon jó, hát, mit kell csinálnom? Menj közelebb. Igen. Még közelebb. Most a streamet nézem, szóval... Az jó, mert akkor ez csúszik. Mit kell csinálnom, azt mond. Hát ott látni kéne egy zöld sávot. Ott igen, látok valahol. Tehát, hogy például ott lesz egy zöld rész. Na, az egérgörgővel tudod az energiaszintet befolyásolni. 1-től 100%-ig. Elkezded lőni, egy ponton tartod a lézert, és akkor látni fogsz egy ilyen gráfot ugrálni, és azt stabilizálod. És elkezd a jobb oldalon az energia level megnőni, és akkor, amikor az eléri a 100%-ot, akkor szétesik, és ha azt nem akarod, hogy overcharge level legyen benne, mert akkor felrobban akkor, és minél nagyobb az overcharge level, annál nagyobbat robban, és megölhet, szóval próbáld meg nem megcsinálni, meg minél több az overcharge level, annál kevesebb lesz az értékes dolog, ami megmarad benne. Na jó, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ebből bármit látok most. Igen, az... Megpróbálok úgy fordulni, hogy... Várjál, melyikkel kapcsolom ki a lámpáját a izének? A hajónak? Ja, ötös. Ú, bazd meg, hát ez mondjuk sokat segít. Hirtelen láttam a kiírásokat. Ja, oké. Akkor most már valamennyire látható. Igen. Így már streamen is látom. Igen. És elkezded a görgővel tudod növelni. Az instabilitás meg a rezisztens van, az instabilitás az, hogy mekkorákat fog random ugrani az energiaszint. Igen. Ez olyan érték, ami 0-tól 10-ig megy, azt hiszem. A rezisztens pedig az, hogy miután a zöld sávban van, elkezd egy... Nem látok sávokat, csak a baloldali ugráló cucca. Ami ez pont jó, meg görgővel 100-ra, mert 0-tól. És ezt hol látom? Ja, látom. Aha. Csak görgősz. És hány százalékra növeljem?
Hát majd látni fogod az energiaszintet, meg a zöldsávba fog menni Rock Energy level 0,0. Hát növeld még. Addig elmentesz. Meg ha nagyon nehéz, akkor lehet, hogy közelebb is mehetsz hozzá fizikailag, mert az is befolyásolja, hogy mennyit viszel. Csak félek, hogy rám fog robbanni. Nem fog. Ezek híres utolsó mondatok főleg nálam. Jó, Rock Energy Levernek milyennek kell lennie? Hogy kell kinéznie? Hát az 100%-ig fel kell nyomnod, és akkor fog szétesni. Akkor az nem segít, hogy most ilyen nulla, meg amúgy 43. Amúgy az alig ugrasztva, menj közelebb. Amúgy fel fogom robbantani valamit a szart. És töröljem le az R6-ot, és terakjam ezt. Oké, elkezdett növekedni. Az instabilitás 0,63, a resistance 0,39. Na, ez könnyű. Ez mit akar, hogy ez könnyű? Hát vannak olyan kövek, amit egy több ember kell, hogy lőjön, kettő gyorsan elkezd ugrálni össze-vissza, és akkor piros zónába átmegy, instabil lesz. Hol látszik a zóna? Az a kis zöld csík ott, amit látok a százalék számláról alatt? Igen, ott akarod tartani. Igen, mert akkor Mustang, hogy az Aurora jó, meg mi van, hogyha megtöröm, bukok 40 dollárt? Nem, úgy van, hogy játékbeli pénzért kapod vissza a hajót, szóval nincsen semmi gond, elmész küldizni, de alapvetően most, amíg még ilyen izé van, ilyen béta van, vagy alfa, ilyenkor úgyis mindig izé vipolják a karaktereket x havonta, amikor új patch jön. Szóval nincsen semmi probléma akkor. Legrosszabb esetben, hogyha elfogyott a pénzed, akkor úgy van, hogy várnod kell 10 percet, hogy visszakapd a hajódat. Addig lefőzöl egy kávét. De nagyon egyszerű leszállni benne. Csak a SSD-re rakjad cover-i mindenképpen, tényleg. Egyébként semmi értelme nincsen. Ugye, Bex? Igen, lehet. Amúgy túl nagy különbség a kettő hajók között nincs, annyi, hogy a Mustang 5 euróval értékesebb, mint az Aurora. Olcsóbb ugye az upgrade. Meg szerintem szebb a Mustang, mint az Aurora. Az Aurorára ráférne egy River. De egyébként Covery bármelyiket veszed, megnézed, ha nem tetszik, ingyen ki tudod cserélni. Bemész a Ship Upgrade menübe a weboldalon, és rányomsz a másikra, és átcseréli a másikra. Hogyha azonos értékű hajót akarsz, mint amit most van, tök ingyen ki tudod cserélni. Hogyha nagyobbat, akkor különbözetet kifizeted. Lefele nem lehet csak váltani csomagot. Azért figyelj, Papi, ne vagy itt túltolást. Hogyan lehet túltölteni? Rock Energy 74. Nem én. Kattints vissza és növeld meg megint, mert most lehet. Szétesett. Ja, kész. Akkor kész van? Hát most beszkenneled, nem, ne az a lőjét. Nézd meg, hogy melyiket éri meg beszedni, és akkor ne rakd el. Oké. Okay. Ami lilán világít, az már bedarálható, a másik típusú lézele. Hepasztit. Igen, van, amiben nincs semmi. Meg hát attól függ, hogy mekkora a tömege, ennek 138. Ez is hepasztit. Hogyan tudom bedarálni a másik lézele? M betű az? M betű, és jobb gombot lenyomod, akkor átvált a... Extraction mode, fracture mode. Extraction, ki akarod venni belőle a... Igen, és akkor elősz, de az extraction móddal. Igen. És csak... Aj, szopkodom be. Úgy is írja, hogy az SCU, hogy az mekkora izét szoptam úgy be. Minden közelebb vagy annál gyorsabban csinálni. Nem tudok sehova. Túl kicsi, ezt nem éri meg, mert sok felesleges anyag kerül. Aha. A raktérbe. És 32 SCU-nyi tered van, szóval csak azt érdemes fölvenni igazán, amiben nagy százalékban van jó értékes. Vágjátok, hogy aki tegnap ezt kibérelte, azt tud először pénzt keresni ebbe a játékba, úgyhogy nem questezni kell, csak így el van. Bányászással nagyon jó lehet, ha jól tudsz, tehát csak azokat veszed föl mindig, ami értékes, meg olyan anyagokat bányászol, ami értékes. A kvarc az értékes? Honnan tudom? Az nem, az nagyon nem. Minél hülyebb neve van, annál értékesebb. Hepa van benne, hepatitiszes. És mi az, hogy 4,25 meg 51? Hát
4, hát ott látod a maszt, hogy mekkora a tömege annak a kőnek, és annak az x százaléka, ami olyan anyag. Aha, értem. Akkor ez például jó, mert ez akarsz, 61 százalékba az. Ami 61 hepa, akkor az elég jó viszonylag. Meg általában olyat akarsz csak behozni, amiben nincs felesleges anyag. Mert azért nem adnak semmit. És így maximalizálod a... És akkor ki tudom kúrni egyébként, hogy a szemét van csak nálam? A junkként jelenik meg, vagy hogy? Nem. Azt majd ki lehet egy ilyen kis filtering gameplay-jel, az még nincs bent. Átra menni, és akkor hát szűrnéd, amit bedaráltál. És akkor hogy és lehet, akkor most meg... Kidobod. Hogy lehet ilyenkor megszabadulni tőle? Ilyenkor sehogy ilyenkor elmész, és ugyanúgy eladod. Ja, csak a, de az, akkor az is pénzt ér, nem? Csak kevesebben. Hát ilyen... Hát ha szeméttel megtoltod a táskákat, az úgy ér 100 UIC-t. Hát, it's something! Aki a kicsit nem hát becsülj, de bányászattal, ha tudod mit csinálsz, akkor 10-30 ezer UIC-t is kereshetsz egy óra alatt. Azt fincsi. Azt a kurva. Szóval az a 100 az annyira nem éri, meg sem ennyire. Én izé EVE Online-ba bányász voltam. Ott értettem, hogy ez sokat ér meg mindenet, csak itt nem számítottam rá, hogy ez az ekkora jó lesz. Csak ilyenkor van, hogy menné haza, aztán jönnek a izék, a csúnyák. Backsolid. Mondjuk Portolisárnál, meg Lorville-nél az azért nincs. Tehát mondjuk Grimhex-nél lehet, hogy lelőnek. Uh-huh. Meg Levski-nél. Többi helyen nem. Szó, most megláttam, hogy mennyibe fáj a játékon belül a Prospector. Ja, igen, az aranyos. Mennyibe kerül a játékon belül? 1,6 millió. Ez nem is sok. Az nem vízes, hogyha ízőt nézzük, hogy 22 millió Hammerhead, akkor ez ajándék. Ah, most 22 millió vagy 1,6 millió, igazad van most tudod. Van 210 valamennyi új, Neofrancma zseton. Mert ugye aranyos a játék meg minden, mert ebből az ingyenes héttel a karakterednek lévő cuccait átmented. Ja. De mondjuk ja. Ezeket bérelni is lehet majd. Szerintem az úgy sokkal jobban megéri, hogy bérelsz egy ilyen hajót, és akkor csinálsz vele profitot. És akkor az a gyorsabb. És akkor megveszed később. A bérlésnek, ha jól tudom, csak az az egy hátoldala lesz, hogy nem tudod kiváltani a komponenseket. Tehát ahogy megkaptad, úgy kell használnod, azt hiszem. Uh-huh. Még ha megveszed, akkor hát nem ilyen quantum drive-ot akarok meg ilyenek. Bex közben már családot alapított a bolygón. Ennyi. Szia Zsola! Kaveri, gondolkozol rajta mi rendesen, mi? Ez ilyen. Ez ebben meg el lehet ölni egy életet. EVE Online-ba is el lehetett. Igen, ezt tudom. Mikor még a fizetős része volt? Már próbálom beilleszteni a kupont. Cseles. Akkor rajtam keresztül regisztráltam, mert akkor be is veszlek majd Varcsi listára. Bár listás leszel nálam. Szervezetet nem csinálsz, papi? De akarok majd. Akkor nem mondok többet, köszi. Mert? Nem, csak kérdeztem, mert látom, hogy valami, mit tudom én, miben benne vagy 10 fővel van. Majd csinálok sajátot, persze. Megcsináljuk a lovagukat. Fekete sereget. Király, navigátori rangot ír. Azért meg kell majd dolgozni a rangokért. Bocsássál meg engineer rangot, jó? Nagyon jól dobáltam a pajzsoknak az ja, értem. Szerintem nagyon jól csináltam. Ezt valljuk. Az, hogy egy kis gázzal... Hú, remeg ez a kő, hallod? Nem látta, hogy piros lenne. Vegyek vissza? Nem,
Biztos? Jó, hát még nem is vagy a zöld zónában. Nem is látok zöld zónát most. Meg biztos nem vagy benne. Mert akkor zöld az egészség. Ami a... Nem mozgás, mert az növeli az instabilitást. Tehát egy helyen tartsd a lézert. Dolgozok rajta. Mondjuk főleg a szteroidáknál nehéz. Szinte 100%-e pasztit? Hát jöhet. Hát ne vicceljél már. Azonnal adjad. Gyerünk, papi, csináld a lóvét. Kell ennyi. A hajúr. Aztán majd megnyitjuk a nemzetközi paplovak bankot. Ennyi. Hell. Ez nem csak 0,12 volt? Nem. Ez fullos volt. Okay, az hol látszik, hogy... A stream and delay-be. Én most azt látom, hogy itt 0,8-15, ez nem azt jelenti? Vagy ez a... De... Csak hogy a minimum test, tehát a... A max, tehát a 248 egységből... Igen? 35%-os darabba 19... Vagy mennyi százalék a hasznos rész. Tehát különböző... Azt, hogy is van? Megnövelem a felbontást itt. Na, így már jobb. Ha most igen. Például nézek valamit, mondjuk ránézek erre a kűre, amit lerepült. Confidence felnyomja. 49%, 65%, 99%. Azt mondja, hogy 3,78-tól 89, vagy 83,19. A második szám igen? Az, hogy a mit tudom én, a bazatájt, az 83%-a, az a része a 138-nak, de abból csak, abból a 83%-ból csak 3,78, ami ténylegesen az. Tehát ó, a... akkor a bal oldali számot kell nézni, hogy az legyen sok. Igen, ugye? Az legyen sok, mert ha több van, akkor megmutatja, hogy milyen eloszlásban van az anyag, és annak hány százalékának a százalékának. Itt van Xephi, fent a szerveren. Igen? Na, faszom. Most írt, hogy I. Hú, nekem most egy kicsit megmakkant a user interfészem. Szia, Zsola! Paszt itt 34% kell. Egy 3,4. 3,4. Tom, és a Star Citizennek a wikia az jól írja le a... Garbo... Milyen? Melyik? Már kettő Wikipedia van. Jó, ez egyik régebbi, a másik. Kell a hely. Bástya. A Star Citizen Tools az az új Wikipédia. Oh, azon valamennyire értékelhető infók vannak. További jó szórakozást. Meg köszi! Csá-csá! Ciao! Bex-nek amúgy sikerült kijönni Lord Nem, Google? Nem, azért adta fel. Ki lett a fasza? Láttam mást is, hogy HDD-vel próbálkozik, és... Nekem is azon volt eddig, aztán rájöttem, hogy... Ugye azért csak átraknám, nem arra. Mondjuk igen, betöltésnél nagyon érezhető. Mindenhol érezhető. Az a durva, hogy... Nagyon érződik. Nyugodj már meg, nem fogom oda baszni a hajót. Basszam. Aha. Csak a zöldnél kell abba hagyjam? A zöld betartsad.
abban az intervallumban. Átmész pirosba, akkor elkezdi a full-töltő szenzort. Ja, a laser throttle-t kell a zöldbe hajtanom? Na, a laser throttle-el megadod, hogy mennyi energiát ad rá. Igen? Úgy ezt is tudod overclockolni magát a lézert. Ha olyan kővel találkoznál, amivel nem bírsz, akkor lehet, hogy ez a kicsit segít. Ilyenkor mehetsz, mondjuk felnyomod 100-ra, akkor elkezdi növelni, és amikor... Lehet overclockolni. Nem abba. Lesz olyan az a fegyverek. Már menjél balra szerintem. Szeretnék. Vagy igen. Menő, ja, Istenem, akkor... de... Aha. Ilyenkor miért kell forgatni a hajót? Úgy lenyomod az Y-t, akkor... Már csináltam. Más fel is tudsz nézni. Jó. Akkor menj be egy menübe. Szerintem mindegy, mert nem az van kint az az applikáció. Ott egy Power, applikáció, Power. Ott itemek. És ott lesz egy lézer. Ja, csak... Tudod így, nem tudom, elkezdesz görgetni, és akkor más csinál. Mining laser, overclock. Szerintem a... Overclockoltam. Mining, igen. Jó. Most lehet kicsit erősebb. Csak most több energiát tudtál. Nem baj, ez energiánk ez van. És hol láttam, hogy mennyi idő van, amíg lebomlik a kristály? Nem, amúgy értem, hogy szétesik a kő. Aha. Hát azt nem látta, azt amikor az a zónában van, akkor elkezdi tölteni a Fracture Sensor. A jobb oldalon látod Cargo Capacity alatt. Aha, és ugye az felmegy 100-ra, akkor esik szét? Igen, és akkor az akkor töltődik, amikor az a zónában van. Ha piros zónában vagy, akkor az Overcharge Sensor töltődik. Értem. Meg, mielőtt szétesne a kő, azt már akarod várni, hogy 0%. Mert akkor robban is egy, attól függően hány százalék, meg a százaléktól függően vesztesz értékes anyagot. Ez jó pofa, egész jó pofa ez a izé. Ez a bányászon. Terveznek ilyen kézi bányászatot. Oda mész egy kőhöz, azt ilyen lézerrel darabokat levágsz belőle, hogy ez értékes, meg ilyen hűtőzó. Tehát ilyen vannak hozzá tervek, hogy lehet részletesebbé tenni. Na üdv a zöld zónába. Aztán szépen sorban egymás mögött megyünk és énekeljük, hogy hey ho, hey ho. Állj, azt ideje. Siker. És most miért rossz helyre rakja az izémet? Ja, mert én vagyok rossz hely. Én vagyok a rossz hely. A free look be van kapcsolva. Igen, rájöttem. Azt mondta, hogy én vagyok a rossz hely. Amikor ilyen egyben marad ez a kő, ezt nem lehet szétverni, hogy... Hogy jobban. Hát, hogy nagyon egybe van, és így nehéz ránézni egy chunkra. Hát válasz ki egy szemetet, tehát amiben nagyon kevés van. Ilyen fölösleges. Igen? És akkor a lézerre tudod tölteni, akkor felrobban. Ah. És akkor mindent, csak ne legyen nagyon közel, mert... Nekem volt már olyan, hogy leesett a szélvédő. Ó. Oh. Biztos, hogy szóval 17-es boxot itt, tehát az jöhet. Go Go Power Ranger. Go Go Power Rangers! Bicskei Dani, nagyon szépen köszönöm a második havi feliratkozást, uram! Nagyon nagy király vagy, a következőben megjön a vörös sörényed is. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Ez 4, ez bánat. Előző az 10 volt. Hull egész a szar. Kvarcot dug fel a seggedbe.
Azt mondjuk felrobbanthatod a nulla egész valamennyit, ami nem kell. És akkor szétdobja ezeket, ami rajta van. Tom, nagyon fontos, meg mit mondasz papikról, de címszó alatt. Állj kicsit hátrébb, papi, ha jó van. Akkor robbantod. És akkor ugyanúgy fracture rézel le. Amit fölnyomod 100%-ra, azt mindjárt száll. Na jó. Csak arra céloz, mert ezek kicsit és könnyen felveszik az energiát. Boom, bitch! És már töltődik is, és állj kicsit hátrébb a hármas, nem be a hármas. Na nézzük. Kettő kevés. Négy, ez már jobban hangzana, hogyha nem lenne tele kvarca. Kvarc. Ez jó, ez jó. Azért is kapsz pénzt a kvarcra. Szóval. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen bányászkörér mennyi zsét tudok szerezni. Hogy egy kezdő bánat bányász mennyit keres, aki csak most ismeri bánász meg a bányászkodásnak a gyönyörét. Pár ezer simán meg lesz. Pár ezer? De durva. Én meg péniszeket szopkodok egy ezres küldél. Tom! Tessék. Valaki kérdezi amúgy a játékon belül a chatte, hogy a biztosítást az hol kell megkötni? Ez nem automatikus? Az van alapból. Azzal nem kell foglalkozni még itt az alfába. Az van. Az így létezik. Azzal nem kell feszülni. Mert itt 3 év múlva, hogyha kijön, akkor izgulhatnak rajta. Ja, hogy te közben figyelsz minket, ugye? Én papi streamét nézem. Nem te, hanem Szefa. Na, cargo full. Kíváncsi vagyok, hogy ez fizikailag hogy néz ki. Ja, azt látom? Nem. Nincsen hát, ezért cargo bay, ahol látszik, hogy ott van cucc. A hajó oldalán az a táskák azok. És hogy rabolnak ki minket tisztességesen egy... Nem menj ki, a levegőbe vagy, papi. És? Ja, ne! Gyorsan próbál meg visszakapni. Fuu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 u
Kéne egy fuvar! Megpróbálom. Nézd te! Hát, Itánál vagyok. Papi, vegyél be a csoportodba, és akkor látom, hogy hova kell menni pontosan. Senki nincs még a csoportomban szerintem. De igen, hát, pont ezt mondtuk. Vegyél, én szerveren itt benn vagyok, ott a szervereden, úgyhogy csak hozzáadsz, az kész. Invite to group, invite to group, invite to group, invite to group. Még Bex is benn van, pedig nem. Csoki Mikulás. Ja, ez csak a kontaktjaim. Hirtelen megörültem. Viccok mind itt vannak. Nem, mondjuk egy másik prospektorban vagyok. Úgyhogy... Ja, hogy ti így toljátok. Hát akkor én oda megyek valami szerencsétlen géppel, aztán majd ott hagyjuk a prot. Hát neki van sok hajója. Ez a prospektor meg most nálam azért legyen volt. Legyen Fortnite. Mert... Ha! Legyen Fortnite! Nem lesz! De köszönöm a támogatást. Szóval azért volt ez, mert tegnap 5 órától ma 5 óráig ki lehetett bírálni 24 órára ezt a prospektort. És azért most kibíráltam egy 24 órára. Na, azt mondja, hogy a 0-4-es, hadd ne felejtsem most el, hol... Ez azért van, mert túl sokat Forza drifteztem, és megszoktam, hogy csak fellövöm oda az izémet. A grappling hookomat, ahogy írja az izé, Santanika, aztán csak felmászok. Persze, itt is. Simán. Ez kurva jó az a játék. Na, van sok jó része. Érdekes amúgy a játék. Ne lőd szét a hajódat. Hát kis pisztolyjal gondolom, hogy nem fogok szétszakítani egy hajót, aminek van shieldje.
mindjárt átfordul a hajó. Legalábbis nagyon megsértődnék, hogyha ez így menne. Miért nincs ilyenkor, nem tudom, irányítás a jó? Kicsi a jó gyerek, ki vár a papi ide lent, ha nem jössz le, felmegyek, szétugom a fejre. Papi, van oxigéned? Most, hogy mondod, van még, meg van oxipenem is. Ez egy ideig itt még jó vagyok. Ja, látom 28 kilométer. Amúgy fél óráig halsz, azt hiszem. Micsoda? Oxigén. Ja, az oxigén, mondom, az gyorsabban. Fél óráig kitart. Ha gyorsabban fogyganom. Ilyen szépen szétlőttem ezt a izét, ezt a kristálygedvát. Tök durva. Ezt én bányáztam ki a két kezemmel. Nincs olyan magasan az a helyen. Lövöd a mentő küldetés már része őket. Így. De az látszik ilyen táborra elő a gépfegyverem? Nem látom. Lőj most 500-nál vagyok. Igen, lősz. Daj! Ez csak egy szaros gépfegyver. Az lősz, mert az fizikai, meg az átmegy a shieldon. Igen? Mi ez? A fizikai az átmegy a shieldon, csak kevesebbet sebez, nem attól sebez. Ne haragudj. Szétlőttél volna, azt így felrobbanok. Hát lehet, hogy sírtam volna a rögést, de... Most mit csinálsz? Gyorsan elrabolod a cuccaimat, mi? Hát megpróbálom. Megölsz engem a mining lézerre. Nyitom az ajtót, leviszem a hajódat. Miért nem jössz fel a hajóddal, szedsz fel és én átugrok az enyémre? Mert nem tudom, hogy te képes vagy rá. Na! Na szép! És hogyha most leesel... Hú, az már nagyon karcos. Meg ne húzd az autómat! Jó, ez mondjuk egy jó ötlet, ha én leesek, akkor kettőt ragadunk, oké, akkor te jössz. Ez mondjuk jó érv volt. Mhm. Örülök, hogy megvettem ennyi, a szarabb játékot is vettem ennyiért. Na, örülök! Kivári úr, várunk téged szeretettel. És őszinte legalább. Jaj. Ez... Csak nem, nem volt egy profilandolás, azért valljuk be. Ez ilyen kis... Annyira nem, hogy nem tudom megfogni a létret. Kicsit döntsd be. Menj hátrább. Nyomj egy E betűt. Ami Q. Kicsit simább a felület. Hol vagytok? Vagy nem szállok le, és csak így nagyon óvatosan. Így most próbálok. Jolosz meg! Basszus, ne. Állj már meg. Bocs. Én olyan kövér vagyok, hogy zébek. Na. Jó. Leszálltam. Profi. Én meg bezártam a ledörödet. Menj haza. Elég volt. Viccelek. Én vagyok a srác, aki nem olvassa a dolgokat. Valami csaj nevű bolygón. Oké, készen állok. Oké, van olyan opció, hogy kinyitod az ajtót, és hogy csak az ajtót nyitod ki, nem szállsz ki. Ez olyan opció. És... Megtettem. Közelebb, ott egy open access az. Jó, és most kiért tudsz állni. És hát én nagyon oda navigálok, és te átszállsz, és... Átveszem a hajót. Nem ezt a tiédet. Ó, hát oké. A másik oldalra kéne menni, ez az ajtó zárva van. De csak egy ajtaja van. Egy ajtaja van? Prospektornak csak egy, ez az egybejárata. Oké. Még mehetsz, várjál, odaállok a szélére. És nézem. Ennél a szélebbre nem tudok. Oké, jó, még mehetsz bőven. Még mehetsz. Jó vagy. Még mehetsz. Még mindig mehetsz. Jó. Állj! Jó, kicsit előre. Nagyon picit előre, még mehetsz. Még egy picit mehetsz.
alakul, hagyjad előre, szólok, hogy állj. Rakd be ilyen kettes előre thrusterre, és szólok, hogy állítsd meg. Most! Összetett már jó lesz. Oké. Okay. Mindjárt elérem az ajtómat. Oké, okay, elértem az ajtómat. Lejjebb kell, vagy megvan. Van valami baj? No! Azt nem mondta, hogy open ladder-t nyomtál. Azt nem mondta, hogy open ladder-t nyomtál, és nem, hogy enter ship. De azt nyomtam. Enter ship-et nyomtam, akkor ezt kell hazudnom, ugye? Igen, azt kell hazudnod most, hogy azt nyomtad le, hogy enter ship. Azt vagy. Nyomtam, hogy enter ship, így van. Nagyszerű, most akkor még egyszer. Oké, okay, és meg is ki az ajtómat, mert így autó bezel. Ja, oké, okay, oké. Okay. De most elvileg nem kell mozognunk, mert pont itt vagyunk. Így van, csak fel kell emelned. Menni fog, higgy magadban. Nem, valahogy változott a magasság, nagyszerű, akkor megint. A magasság biztos csak a... minden más nem változott. A magasság, hanem az oldalunk, mert alatta voltam a hajónak. Oké. Okay. Nagyszerű most. Jönös. Nem jó? Nem jó? Igen. Nem tudsz tolatni, gondolom. Vissza. Jó. Följön. Hát följön. De hogy tudsz tolat? Hátra menni? Nekem nem szokott hátra menni. Hármas lenyomod. Túl. Várjál. Most. Várjál. Várjál, várjál, egy pillanatra már sárga volt. Tegy enter. Exit ship. De azt létszi, az ennyi. Nem, nem az. Még kijebb menj egy kicsit. Menjek, csak fél. Még, amíg nem narancssárga. Aki kiléphetsz a Caution-re is. Hát itt Caution vagyok. Enter ship. Oh, Uramisten, sikerült? Megcsináltuk. Ez az. Nagyon szépen szépen köszönöm. Jó van, srácok, szétlőhetitek. Just kidding. Máskor ne szállj ki a levegőbe. Hát jó, oké, nem gondoltam végig, hogy ennyire a levegőben vagyok. Hát úgy sem ennyire a levegőben, mindig csak amikor oda vagy szállva. Sőt, még akkor is nézd meg, hogy jó szálltál le. És hárommal tolatok? Igen, akkor az első frasztereket benyomja, és amikor elengeded, akkor megáll. Nagyon baba. Oké, akkor itt az ideje eladni ezt a sok szajrit. Hurstonbe el lehet adni? Igen. Ez nem volt túlságosan meggyőző. Igen, el lehet adni. Csak azon gondolkozom, hogy űrállomáson is el lehet-e. Ezt érdemesebb megnézni, az gyorsabb szerintem. Mert leszállnánk a spaceportba, át kéne metrózni a metro stationbe. Én már nem emlékszem, hogy hol vagyunk. Magdán vagyunk? Nem, Ariálon vagyunk. Igen. Akkor megnézem az Ariál melletti stationt. A Komerei ST-61. Az csak egy műhold, az nem állomás. Ó, oh, és a Húr 1 vagy 2-t nézd meg, mert ha ott van, akkor szerintem... Akkor megyek egy Húr eladjön. Jó. Én addig bányázgatok. Megnézem, amit itt hagyta. Csak értéket hagytam itt nekem. Emlékszem, amikor azt mondtam, hogy megnézem a Húr eladjön? Nem nézem meg a Húr eladjön. Nem. Nem, az rossz irányban van. Jó, hát felrepülsz azt. A Húr 2-t fogom. Az már hihetőbb. Jó. Akkor azt mondja, először el kell hagynom, gondolom, a légkört. Meg csak 20-30 km. Meg nem sűrű. Ó, Istenem, a bugos fajtád. Ugye ez csak vizuális. Én ezt értem, csak vizuálisan láttam, hogy le van engedve a hajtóművem. Vagy mi ez a lépegető? Így né. Titán maci. Látom, Falling Dimitri nem létezik a világban, dehogy nem. Létezik a világban. Azon a bolygón nem volt olyan erős a gravitáció, hogy fájjon. Ó, hát én hányszor én esésbe kitörtem a nyakamat. Ne vicceljük, gyerekek! Az esés, az fáj. Adj egy kis gáz. Az is.
Isten, szegény gyerek. A végtelenbe is tovább, ami ott balra van. Ez, hogy landing gear down, nincs lán, ne hazudj. Tényleg lerakta megint, akkor rohadja meg. Na szurkoljunk, srácunk. Jó, itt paplók, holnap reggel 9:30-ra megyek melózni, a héten már 6 napom lesz. Uram, atyám, 6. napod? Nagyon durva vagy, srác. Kitartás. Erős legyen. Legyél milliárdos. Így. Így szord a pénzt. Mármint ne szord, mert akkor nem leszel milliárdos, de ja. Érted, mit akarok mondani. Ezredesnek nagyon szépen köszönöm a lúcot, és köszönöm szépen Radics Fruzsinak is, aki ilyen későn is itt van. Egy tündér a kisasszonyka. Beng, és ott a host. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm Candy Verzumnak. Sziasztok, kedves Candy nézők! Az űrbe kalauzolnak el titeket, ahol éppen bányászhajót próbáltuk ki, életemben először bányáztam, megnézzük, hogy mennyi gempát tudunk szerválni benne. Na mi ez a játék, még nem láttam, ez egy űr MMORPG, ami a készülőben van, és a mai nap pont akciósan meg tudjátok venni, hogyha szeretnétek megvásárolni Ochoé, mert most van leértékelve, most egy hétig ingyen lehetett vele játszani, most leértékelték erre a izére, erre a napra, valami limitáltan 2200 csomagot meg lehet venni olcsóbban. Felkiáltója SC-t, mint Star Citizen-t, hogyha beírjátok a chatbe, akkor megkapjátok a linket, ami regisztrálva kaptok egy kis bónuszt, és mondom, a mai nap vannak olcsóbb csomagok. És meg kéne találnom, hogy hol a pöcskarikában van az az űrállomás, ahol el akarom adni a cuccokat. Miért kell mindig az űrállomásokat egy ilyen rohadt, erős ilyen naprendszerbe tenni, ahol kiégeted a retinádat és nem látom? Igen, azt én is szeretem, hogy... Rohadtul basszantó. Ott a nap, és nem lát semmit. Fogalmam sincs, hogy hol van ez az űrállomás. Menj be külső nézetbe. Igen. És akkor free lookban így néz körül, hogy látsz-e való piros pontokat. Ott, mintha lenne. Ott lent, papi. Mész egyenesen előre, visszamész first personbe, és akkor jobbra lefordulsz lefele. Ó, már látom. Most. Ne, valahol itt volt az erőm. Na jó, váltsunk is szerbe. Hova lett? Az előbb eskül láttam. Halló? Space stacióna? Amúgy neked van három démon. Mögöttem van. Mögötted? Aha. Á, elmentem mellette. Hopp, ott van. Pedig még milyen szépen ilyen kis csápokkal kivirágítják, hogy egyébként a világ másik feléről is észrevezd, és már nem veszem észre, mert egy vaksi vagy-e. Mert relatíve nagyon kicsi. Tehát ilyen 5-10 kilométer. Hát igen, nem egy nagy vasszizdász. De le lehet szállni, lehet vásárolni. Van rajta hideg sör. Kell lennél több? Kellene leszállási engedélyt kérnem. Jó, most értem az Armstead-szumba. 1-10-es skáláig szerinted mennyire töröm meg a hajót, mire elkérem a leszállási engedélyt? Hát
Jó, megoldottam. Ne, lőnek rám, bazd meg! What the actual fuck? Ez csak jó, megint a bug lesz, meg itt? Zónában. Igen. Jó. Ne is törődj velük. Próbálok, csak megijedtem. Hú, ennek a szájába kell beszálljak? Hú, ilyet még nem csináltam. Igen. Ez gizda. Új, de nehezen kapcsolt be az Quantumra. Szem a básti, nyisd meg ki, léci! Ezt imádom, amikor azt mondja, hogy hát már megadtuk az engedélyt, akkor nyisd ki az ajtót. Tudod, mint csak landolj egy padon, az kész. De akkor meg iszél, akkor meg hisztizni fog. Nem hisztizik olyan sokat. Kapsz egy crime statot, az kész. Ó, én nem fogok crime-ozni. Megvárom, amíg ez lejár, azt utána kérek újat, és akkor kinyitja. Ugye egy crime stat az nem csinál sokat, az csak... kb. Parkolási. Persze, volt ilyen, aztán sétálgattam a városba, és agyonlőtt az egyik őr, még röhögtem is rögtön, hogy milyen hülyét tartja ez a puskát, aztán úgy fejbe lőtt, hogy csak úgy csattantam a padon. Az 4 crime stat-tól van. Hát lehet, hogy megöltem egy-két embert. Igen, az 4-től van ott. Ott 4-től már bőnek rád. Tudod, ez a hops elfelejtettem mondani. Részletkérdés, érted? Azt hittem mindenki így csinálja. Lehet, hogy a tetején van az ott. Vész, és akkor visszajössz, akkor... Azok hát a tetején van a landing zone, azért nem nyitja ki. Jaaa... Akkor tényleg rossz helyen voltam. Woo! Space fake! Dur! Nem. Profi módon landoltam. Ezt akartad hallani. Profi módon. Hát én a pukkot akartam hallani, de akár az is. Akkor basz meg. Majd, hogy nem Red Dead Online-oztok. Hát mert attól meg kijön egy játéknak a multiplayer részei, még vannak olyan játék, ami actual szeretek játszani azért, mert másod szét van hype-olva, hogy van. Szóval én nem mindig követem a izét, a divatot, azért mert hogy most fú, most kijött a izé a Red Dead Online, hát a single player-re is játszottam 2 órát, és így fok. Meglátta, hogy fönn vagyok Space Citizen, Space, jó van. Star Citizenben meglátta, hogy fel van Jason, és egyből hegyeztem a cerket, hogy fel kell menjek, ott van Jason. Ez az igazság. Kérem szépen. De most már van izéd. World of Freed-ben lenyomtam egy hajót, és elloptam róla a motort. Komolyan, Ensi! Hatalmas király vagy. Én ott még csak szívtam a brémet. Golem Tech. Hova mentél leszállni, papi? Az eddig tetszik? Hur 2. Hurston L2. Szia Blue Willow. Szia Pavlovics Peter Pavi. Hello, mi? Nem tudja valaki, hol van a trading konzol, hogy eladjak mindent. Azt mondja, hogy Ship Retrieval. Nem tudom mi. Ez a Prospector, ez egy személyes? Ja. Az admin office körül lesz, papi. És az alsó vagy felső szint? Ott lesz valahol. Ki lesz írva? Rest and relax. Hangars landing pads.
Casa bonita, casa bonita. Na 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 na. Weapons. Szerintem múltkor itt voltunk vásárolni. Ez itt a lockers. Igen, igen, szerintem múltkor itt vettünk a srácoknak kizit fegyvert. Ez az a hely, ahol vannak fegyverek, de nincsen páncél. Akkor ott van kereskedő, mert ott megtaláltuk. Ez kurva jó. Admin. Stegmans. Lehet, hogy itt lesz benn. Csókolom. Ó, itt van. Nézzük, mit adunk el. Nézzük, mennyi milliárd dollárt keresünk most. 57.014-ünk van, jegyezzétek meg. Sell. Prospector. Acceptable items. None. Akkor ez nem refinery, ez csak trading. Nézd meg a másik konzol. Mert ugyanúgy néznek ki. Csak az egyik elfogad érceket. Az egyik elfogad ort. Nem úgy, ez papi, van az ilyen pixeles konzol, és van a másik, a normál. Az is lehet pixeles. What? Hát itt két darab konzolt látom. Ennyi? Nincs ott egy másik konzol, ami ezt hát, megengedik? Kovalek Shipping, Fast and Revive. Ez. Hát akkor ez. El kell mennünk valami jobba bizony. Anya, miért? És egyébként izit nem tudok eladni, ami nem a hajóm van, hanem mondjuk nálam mondjuk izé van egy képfegyverem, vagy egy nem tudom, egy égszám. Ja, nem. Még nem. Meg azt nem is itt tudnád, mert ez a kereskedés. Mm. Azt akarod itt mondani, hogy akkor itt most megszoptam. Na, én is idejöttem, szóval kettem. Ja, van. Akkor megnézem, hogy legalább vehetek egy jó bőrkesztyűt, amihez fogom azt a péniszt, amit megszoptam. Elnézést, Bástya, nincs egy kesztyűd. Éppen szopom a brét, mert nem lehet nálatok eladni az értékes vasércet, amit bányáztam! Értem. Kesztyűk sincsen, ez egy szar hely. Melyik hajót vetted meg? Mire gondolsz? Pontosan. Nekem van egy retaliatorom, meg egy Mustang Deltám. Ebben biztos vagyok. Ja, izit béreltem azt a Prospector-t. Tararara, Prospector Gadget. Egyébként, hogy itt leszálltam ilyenkor, én tudok actual mondjuk feltölteni a hajót? Ja, a hajóban igen. Tudod újra tölteni, javítani. Nagyon jó, elfelejtettem, hogy melyik B-en szálltunk le. De gondolom a Ship Retrieval az leírja. Nem fogja leírni. Megnézem. Oké. Keresd már egy prospektort, ne legyél már irigy. Hogyha tippel nem kell, akkor szeretem az egyes. Igen. Kurva jó vagyok. Köszönöm. Jason is itt van. Pávi! See the maniac on the floor. And she fuck you like she never fucked before. Hát elsője van, ideje lenulláznom a donation gólomat és újraindítani. Űrhajó! Végre letettem a gép. Ez nem az egyes. A nem hangár, hanem landing pad egyes. Ó. Oh. Hangar. Akkor rossz helyre jöttem. Biztos így van az, hogy én így emlékszem. Lehet, hogy rosszul tanultam meg! Azt akarod mondani? Hogy az egész életem egy hazugság volt? Én hittem benne, hogy... Hittem benne, hogy így van! Azt mondja, hogy... Ramogatási cél. És ezt lehet editálni. Stumpf nem lehet. Azt mondja, hogy 12. hó per 31-e és 2018. Stumpf. Így.
Még mielőtt bárki kérdezi, hogy ura, atyám, mi lehet ez? Ez a rezsim. Általában ennyi szokott lenni körülbelül. Azért beraktam, hogy lássátok, hogy a donation egyébként mire megy. Értelemszerűen teljes állásban streamelek. A befolyó összegekből túlélek. Az a trükköm. Na, melyik landing padon vagy? Pad 1-es? Pad 1-esen vagyok, igen. Mi lenne, hogyha ide jön ez a rohadt lift is? Mi lenne, hogyha felmenne ez a rohadt lift? Nem is nehéz bányászni, tök jó bányászni. Mennyi pénzt kerestél, azt nem is hallott, figyelj. Mert nem tudom, mert itt nem lehet eladni. Még dolgozunk rajta. Mondom, most mondja, hogy 0-2. Ó, ne. Én a 0-3-ról jövök. Nem, itt van 0-1. Hát majd áti lebegsz ide. De a 0-2 is volt, csak át kell sétálnom, hogy nézem. Ott van Tom. Majd van. Tom, de nem. Na nézzük. Itt felmászok boldogan. Felmászok boldogan. Felmászok. Nem tudok beszállni a saját hajomba. What the actual fuck? Megvan. Lenézed. Ott lent. Lenézem. Meg hátra. Oké. Beülök. Oké. Szabad kérdezem, Streamlabs OBS vagy stúdiót használsz? Streamlabs OBS-t használok. Jó, hogyan tudok bevásárolni ilyen F1, és akkor ott lesz egy applikáció. Igen. Mobiglass-ban. Vehicle maintenance. Ja, és not akkor available, lesz. Not available, not available, not available. Ja, igen, mert újra hívtad a hajódat, és automatán valamiért ugye bárkújtál úgy. Én azt nem hívtam. Nem? Nem nyomtál rá úgy? Nem. Hát vagy bagos, vagy papi, nem szolgál ki. Igen. Értem én, hogy felszálltál meg minden. Itt vagyok a 0-1-en és így. Szia. Hát ugye egy személyes hajó, Jason. Igen, de mondtuk is. Azt hittem egy hajóval jössz ide. Hát, tudod mit? Akkor visszamegyek a 3-at. Te be tudsz jönni, tehát így tudsz aludni, meg WC-t. Na nézzük. Ne, mondjuk az pont jó lenne, mert akkor ki tudnak menni egy üzemben. De jó lenne, hogyha el tudnak menni az Ark Corp-ra. És nem engedi? De, csak ott ragadsz, mert kifogysz üzemanyagból, meg nincs ott semmi. Aha, fasság. És ugyanez a Mikrotech is, ugye? Igen. És akkor hol tudjuk ezt eladni a nagyvároson kívül, mert nincsen kedve metrózni? Hát visszamehet. Hát mivel úgyis vége az Expo-nak, nem tudom, hogy Lorville-be. Még küldetés sincs itt, szóval szerintem érdemes visszaköltözni Portalisárra. Aha. Vannak küldik, közel van Levski, sok bányászhely van, meg sok eladó hely van. Polisáron el lehet adni? Polisáron, Grimhexen, Levskibe. Papi, jó. Ne mozdulj el, légy szíves, mindjárt ott vagyok gyalog. Gyalog? Igen, kiugrottam, aztán fellebegek hozzád, mert el kell mennem egy bizonyos. Azt így beugrok, hogyha utasnak. Útközben lesz. Kicsit rásegítek, mit szólsz hozzá? De mondani akartam, óvatosan a gázzal. Nyugi. Profi vagyok. Egy kis gáztrába. Az. Adj egy nagyon kicsi gáztrá. Na. A végtelenbe is tovább. Ezt ne kérdezz, hogy sikerült beszállnom, mert ezt nem tudom. Nem baj, nem is számít. De csak úgy megtörtént. Megpróbáljuk linkelni a dolgokat? Mit csinálni? Quantum linkelést, és akkor egyszerre ugrunk. Tehát mit az mi? Mert közben én ugrottam már. Lehet quantum linkelni, és akkor együtt ugrani? Hát igen, és akkor mit tudom én, bekapcsolja, és akkor a vezető lenyomja, és akkor mindenkinek bekapcsolja, és akkor egyszerre ugrottok. De komoly, én erről nem is hallottam. Hát már 3.2 óta benne. Ez nagyon komoly, ez nagyon jó hangzik. Jó, mondjuk én körülbelül sose játszottam multiplayerbe, mert hogy így... Amúgy ki is írja, tehát ott vagyok, hogy Miss Prospector, Tom 598. Aha. Ha együtt kalibrálnánk, akkor az betoltana, és akkor Zord lenne, ha kész vagyok.
És akkor itt meg sok ember lehet, és akkor kalibrálsz, ezt így egyszer rúgom. De jó, ez tök jó. Akkor mondjuk, ha van interdiction, akkor mindegyik őtök kijön belőle, és akkor ott mondjuk NPC-kkel egyszerre harcoltok. Nem úgy, hogy egy-kettő kiesik, azt így. Ah, ez rohadt jó. Ez nagyon, nagyon bébi. Szia, Skull! Nagyon szépen jól vagyok. Zárd be a WC-be és add a legközelebbi bőribe potyázás miatt. De ahogy is, majd hallod, kifizettetem vele a benzint. Azt olvastam, hogy Aleskában tegnap este 6-kor földrengés volt. Majdnem. Aleskában 100, mi 100 dollár? 1000 dollár után bármikor van földrengés. Ja, Streamlabs-es pólód. Ez egy pulóver, de nagyon szépen köszönöm. Nekem is tetszik. Nemrég kaptam, szerintem egy hónapja. Van kettő, van egy ilyen szürke, meg van egy ilyen világos színű. Szürke jobban takarja, hogy dagat vagyok. 20 kul, én már nem járok a Barcraft 2-be, én teljesen átszoktam a Vault 51-be. De annyira, hogy lesz az italapon hivatalos paplovak koktél. Szóval, hogyha valahol meg akarsz találni, az már nem a BC2 lesz, hanem az a Vault 51 egyértelműen. Oda szervezem a izéket, oda szervezem a Patreon találkozókat általában, oda szervezem a Twitch találkozókat, szóval én nagyon ott élem az életem, hogyha ilyen kimozdulós a dolog. Na, itt vagyok közben. Most, hogy így gondolkozok, rájöttem, hogy igazi gypsy taxi ez az egész is. Végül is, hogyha hiszen neked ez most semmibe se kerül. Igen. 15 percben az életemből, hogy visszakérjem a hajót. Ja, igen. Ja, mert csak egy hajód van, mi? Ja, és ebből az Aurórába jöttem, amit mondom, nem tudom honnan kaptam és miért. Hát de akkor van még egy hajód ezen kívül. Persze. Azt ki tudod kérni? Hát azt ki tudod kérni. Meg, amit ingyenes hétre adtak. Ja tényleg, az a Cutlass Black, ha még ott van. Nem tudom, hogy meddig van. Mindjárt megnézem. Na mondjuk ezt a műzénet, F1-ben megvan. Meg megvan. Annyira kurvára messze van Hurstonba, akkor mindig elunom az életemet. Ma, amíg elutaztam Hurstonba, gyakorlatilag megnéztem egy fél Gotham részt. Szeva, papi! Hozta a pókert! Azt kéne, de nincs azt a bástya! Nem, ilyenkor, hogy ilyenkor azt kéne, hogy így nem tudom, virtuál passziánszozunk ezekkel a konzolokon. Kicsit szar már, de érted? Vagy itt mögötted. Nyomnánk a League of Legends-ot itten. Vagy a Hearthstone-oznánk ezen a konzolon. Itt. Hát inkább a Hearthstone. Ketté van osztva, jobb oldalon te rakod a kártyákat, bal oldalon én rakom. Hogyha vennél egy rohadt nagy hadihajót, indítanám menetrend szerinti játékokat bolygók és holdak között. Van nekem egy nagy hajóm, ami múltkor héten voltunk rajta. Héten. Igen, amiben szerintem... valaki tragikus módon meghalt. Igen, igen. Nem emlékszem a parancsra, de van valami, adj egy kis gáz. Igen, adj egy kis gáz. Van olyan hajó, tehát aminek az a specializációja, hogy utasszállító. Hú, mondjuk én azokat néztem, nagyon szép hajók vagy. Starliner a neve. És akkor olyan profession, hogy elmész egy portba, felvesz NPC-ket, meg játékos, aki vesz rá jegyet, és elviszed egy másik portba. Igen. Ja, hát ez űrtaxi, ez létezik. Vannak egy személyes. Hát nem taxi, inkább mint egy repülő. Tehát hát, jó. Ilyen beszállt 50-100 ember. Utasszállít. Jaj, azt a izéget repülőkinézetet mondod, nem? Igen. Hú, annak néztem az árát, az nem tett. Hát gyűjtögetni kell rá, először veszel magadnak egy kis űrtaxit, amivel ketten befértek, vagy valami, szállítasz egy-egy embert, aztán érted, egy hónapot taxizgatsz, és utána meg izé,
összegyűrik egy nagyobbra. Hát ez egy ilyen, gyakorlatilag ez egy ilyen MMORPG. Az is csoportnak szánt. Tök unalmas lenne, hogyha 3 perc alatt össze lehetne farmolni magadnak nagy dolgokat. Ez azért jó, hogy évekre el tudjad szórakoztatni magad. Tudom. Nem is azt, hanem így mondom, néztem, hát a játékon belül járát így nem találtam meg, mert valószínűleg az még nem megvehető így játékon belül. És maga a valami 6 vagy 700 dollárba fájt. Mhm. Te papi? Igen? Te itt elhagytál egy pisztolyt valamikor? Van pisztoly? Nincs. Lehet, hogy ezt a fejet ezt szegeztem és ott hagytam. Igen, itt találtam egy pisztolyt a földön. Bocs. Most nézem. Milyen kínos lenne mi, hogyha félúton valaki lelőne téged? Ugye? Vagyek el is felejtettem, mivel veszem elő a fegyvert. Én nem venném elő a helyedbe azt a fegyvert. Csak szólok. Pedig be van neki ütve. Úgy rá tudsz nyomni, hogy kerés, akkor nem úgy nézel ki, mint aki épp fejbe akarja lőni. De én épp fejbe akarom lőni. Ja. Látom, hogy nem érted a koncepciót a dologba, de egyébként N betű is elrakja. Nekem csak ilyen kicsim van. Ott van a hátadon a fegyver. Abban ne foglalkozz. Ez egy sniper. Én azt a kicsit ezt elhagytam. Figyelj, kicsiből van 2 egy ballistik, meg tudsz Pesten akadálymentes gamerbárt? Nem. Egy darabot sem. Sőt, szerintem kifejezetten bárt se tudok. Bárcsak lenne. Mekkora outplayed volt? Ez de moszek! Mi ez? Várj, most azt próbálom kitalálni... Nem tükröződés, hanem rendesen a fényes dolgok átmennek a optikáján a fejét. Például a kokáért az előttem lévő monitort, azt látom így az optikát. Aha. Mi? Nem tudom. Nem beszélek szaknyelveket. Új, van budi a hajón? Hát megyek, a szarok egyet. Ne haragudjál már meg. Várjál, mindjárt megpróbálok egy képet lőni. Ne, és ezzel nem lehet szitálni? Megtaláltam az egyetlen budit, amit nem lehet leülni. A tusoló is. Hát értem én, hogy tusoló is, csak szardék egyet rajta, nem? Na várjál. Ah, ez az. Ja. Töri. Pedobi, kis kézmosi. Ah, gute kaká. Jó, én nem mennék be a helyedbe. Olyan szag van, mint hogyha megöltek volna valakit. Szerintem ez már akkor döglött volt, amikor megettem. Valószínűleg egyébként. Most nem is tervezem, menjek, de mindjárt dobom a képet, hogy hogy értettem ezt az egészet. Jó. Tölts már föl, légy szíves. Szokás lehúzni a WC-t, de nem kvantum repülés közben. Képzeld, hogy valaki itt ugrik mögöttem, szegény Tom, érted, és egy kula átrepül a szélvédőjén. Hát mekkora Darwin díjas halál lenne, hogy egy űrszar öli meg. Na, ott csak módik. Ennyi. Ja, egyébként milyen szépen látszódik a izé. Ez azért van, mert ha megnyomod egyszer a jobb oldalit, akkor belenézel a távcsőbe, nem? Igen, akkor rendesen bele zoommol, ugye? Mm. Jól néz ki, gizdem. De azt hittem, hogy ilyenkor nem aktív a digitális. Fenn van a pajzs, de a pajzs az nem védi a fizikai dolgokat, és én egészen fizikait szarom. Véd egy kicsit, de tehát attól még kapok damage-t. Igen, egy lézerrel lőni, az kivédi. Akkor lehet, hogy nem robban el... Szét, de szétkenni azért a szélvédőn. Igen, így sőtlen barna hajó lenne. Így
Kinézek, barna skin. Igen, azt láttam, hogy volt, aki abba halt be, hogy valaki olyan hideg volt, hogy pisáltak a repülőgépen, és a pisából lett egy jégcsap, és átszúrta az embert. Lezuhant, és átszúrta. Nem tudom, hogy ez mennyire valid, de láttam ilyen dolgokat. Tom, figyelj, már egy gyors kérdés. Dr. Random nicknémnek is nagyon szépen köszönöm a raidet, közben elnézést, nem vettem észre, be van állítva, hogy 25 fő alatt ne sípoljon. Ne haragudjatok. Köszönöm szépen. Hogy a játékos... Hogy veszed fel a sisakot? Bemész a izébe, F-valahányba, Equipment Manager, Armor, és itt kiválasztod a sisakot, és utána jobb oldalt Save Changes and Equip. Az meg legyünk már fél úton legalább. Ó, hát na mindjárt ott vagyunk. Na, igen. Na, hogy maga a játékosoknak a ruhája, mint fizikai páncél létezik, vagy valami erőtér van-e? Megjelenik. A picsában, hát van lészik, az nem jó ellenük. Hát azt látod, hogy fizikailag van, hát nem erőtér van, hát vaskos a páncél, mint a picsa. Azt értem, csak magát a mechanikáját nem értettem, ugye ezt hát, nem... hogy ilyen testrészekre szét van osztva, van kar, fej, torzó, lábak. Hát meg látszik, hogy hol van, és hogyha nem azt találod el, akkor az nem véd. Ha mondjuk van torzó páncél, akkor a torzót állod el, akkor oda van írva, hogy hány százalékkal kevesebb damage-et fog rárakni. Ja. Ja. Tényleg nem akarunk ezért csinálni azt a bunkertakarítást? Most jöttünk. Most hogy eljöttünk Hurstonból? Igen, most hogy már itt vagyunk, úgy de menjünk vissza. Jó, jó utat visszafele! Figyelj, én még gyorsan visszajutnék. Igazából figyú! Van rá lehetőség, nézd meg! Igen, kinyitsz, én meg kiugrok. Ahogy mondja, itt vagyunk. Ugrás! Igen, Spárta. Gyerünk! Ne. Ja, hogy fegyverre készítesz! Várjál csak, hogy mivel teszem fel a kezem? Van ilyen? Kaptam Interdiction, gyerekek. Nem akarok. Ó, itt tudtam neked like-ot mutatni. Azt hogy jó? Mivel? Numpad 4. Ja. Ezzel meg a dislike. Fuck you. Ezzel nem tudom, mit mutatok, ezzel az, hogy nyomorék vagyok. Így verem, kinézd. És így rá az arcodra. Így szépen. Na, hogy hallom, megérkeztünk. Ja. És már boldog vagyok, hogy tudom, hogyan kell rejszolni a Star Citizenbe, ez egy új világot nyitott meg előttem. Köszi, Mono! Van egy kis gond. Mi a gond? Beszart már megint a izé, a Quantum Drive, mint amikor a nagy hajón voltunk. Engine off, power off. Lehet, hogy elég az engine-t off-olni, mert csak az felel a Quantum Drive-ért. Fönn nézzet neked, minden fönn van prospektorban. És akkor most kapcsolod vissza. Nope. Hú, hát, nekem is az Aura órában most sokat kellett játszanom, mire elindultak van. Kaveri kb. 50 giga kell, és... Érezhető a különbség, hogyha nem SSD-re rakod. Nem SSD-re rakod, akkor például a nagyvárosban az szinte biztos, hogy ki fog crash-elni a játék. SSD az kötelező. Igen, azt írják, hogy recommended, szóval az így... Hát nem csak recommended, az már minimum szerintet. Tehát kéne írni, mert annyi bug jön, amikor nem tud gyorsan betölteni dolgokat, hogy
Jason, megpróbálsz te kvantumozni? Bár múltkor is az volt, hogy akkor nem tudott senki. Gyere, megnézzük. Nincs annyi helyem. Le kell törölni azt a sok kacska pornót az SSD-ről. Hallod? Nekem egyből itt van. Na, nagyon helyes. Ugorj már rá, légy Olisszára. Olisszára? Ne kelljen nagyon lőjelek. Igen, Olisszára az jó. De aranyos volt ez a megmozdulat. Na. Sok a duma, kevés az ugrás. Tök jó, megjelent az izé, hogy mehetnénk kvantumba, és így... Tartjon babit. Összeellövöm az egyik lábadat, hogyha nem. Három. Várj egy picit, légy szíves. Tom, figyelj, told be meg a kocsit, be tudsz minket vontatni? Várjál, lehet, hogy most jó lesz. Nekem így ugyagú. Most van olyan hang, mint hogyha jónak kéne lennie. Hát 21 ezer kilométerre vagytok. Igen, és jó nincs lenne, hogyha legalább látnám is azt a történés, mert most egyenesen így átvisz a világűrön. Én beszállok az ágyba és kilogolok, és visszalogolok. Hát ha meggyógyítja. Múltkor az jó volt a reclaimerre. Ne. Miért? Mert nincs ki, tehát őnek is ki kéne. Mert téged így nem, mert ebben nem volt múltkor. Igen, egyébként ők bennmaradtak. Mindjárt kiderül. Jó itt, Kaveri, köszönöm szépen, hogy benéztél, uram. Jó pihenést. A garancia ez erre nincs most, hogy... Ha már kimagyok. Mindjárt kiderül. Érdekes. Addig nem próbálom ki a kvantumot. Igen, hát. Addig maradj egy helybe. Lehet, hogy tele van a szerver. Nem, egy hely. Igen, szóval... mutatja, de rányomok és nem történik semmi. Bár kilogoltál, Jason rak le a... Ladikot itt Olisszáron. Oké, okay, rajta. És ennek egy nagyon-nagyon kicsi esélye van, hogy ezt regisztrálja a szervert. Na, jövök vissza. Tényleg? Aha. Várj, akkor Jason még nem ugrott. Na, akkor nem ugrok eddig. Jó, akkor most megnézzük, hogy... Ha gyorsan betoltasz, akkor biztos... Sokáig tart, akkor lehet, hogy vissza... Már benn vagyok. Ha benn? Hát persze, hát SSD-re átraktam, ez pár másodperc. És hova? Ó, és... Van baj, nem mozdulj! Nem, kiszálltam direkt a hajóból, ne legyen... Jaj, control papi, guggolj le. Nem tudok, nem guggolj le. Menj vissza az ágyba. Ott vagyok. X-el lefeküdni. Kezdjél mozogni. Oké, okay, ki vagyok a hajóban. Ez már jó. Hát technikailag működött a visszalógolás. A nagy hajón tökéletesen működött, mindenki az ágyban egyből kiszállt belőle. Nekem a semmi között is típózolt. Mert úgy van, hogy elolvastam, addig működik, amíg van valaki abban a zónában. Egyébként valami egy perc után diszpónol. Or something like that. Hogy addig nem. Tehát, amíg van közelben valaki, addig ott marad a hajó. Ja. Csak hát mondjuk, hogy... Igen. Na, üljél be, motort lekapcsoltam addig, amíg visszajött. Oké. Okay. Itt egy stalker. Na, fingers crossed. Van izém. Van képe. És ez menni fog. Most jó. Aha, a waiting spool. Jó, faszán működik. Te itt vagy, Jasonben vagy? Persze, én itt a hátulról meg a izét. Akkor király. Akkor most már tudjuk, hogy ez megoldás a kibelépés.
Na nézzük, mennyi az annyi. Szevasztoker! Kíváncsi vagyok, mert akkor esküszöm, hogy tényleg be fog jönni Mustangből, és csak mellette fogok repkedni, amíg bányászni, és addig kis... És ez miért jó? Hát van, amikor jönnek megölni téged, másik játékosok. Olyan? Hát igen, meg ők is tudnak szkennelni azt. Ha meglátják, hogy ott van valami... Ez miért éri meg nekik, hogy megöljön? Hát most azon kívül, hogy elmondhass, hogy megöljön semmi. De mondjuk, ha cargo ship, azt a fölrobbantod, és van benne cucli, akkor dob kis dobozokat, amit el tud vinni. Oh, nice. Azt mondja, hogy comms. Istenem, következő percbe csinálják meg, hogy felül legyen a izé, az űrállomás, te pedig le kelljen görgetni. Nagyon csöves. Vagy ezt a görgetést oldják minden normálisra. Ja. Hú! Minden rendben? Calculated. De ez így volt megterve, ez tökéletes. Mi a rákus? 4 FPS-en van, mi akar? Nekem is egy kicsit leesett egy pillanatra, de most már 50 van. Amúgy van egy olyan bug, ezt csak így mondom, hogyha... mit tudom én, így tartósan leesne az FPS, van egy felhasználói felület, memória túlcsordulás. Jaj, a memory leak. Azzal megoldjátok, hogy mondjuk kibeszálltok egy ülésből, leveszitek a sisakot, azt vissza. Igen. Ha, ilyen az resetelés, akkor megint normálisan működik. Amíg jó, újra megint. Túl nem csordul azt. Majd, ezt majd meg kell oldani. Na, így gyorsabban leszálltam. Jó, hogy lefoglaltad a liftet, hogy mi az létre. Ezt nem lehetett kihagyni, hogy 200-al indulj neki parkolni. Hát, hallod? Kevesebbet, csak hogy gyengék csinálják. Azért itt már van egy prestízs! 200 adat nem parkolunk. Igen, és csak egy kis gap. Mind the gap. Hello, administration. Na figyú, rengeteg értékes értszám van. Ott a fal oldalán. Szeretném no, eladni. Az kereskedő, ami falra van felrögzítve, az keresett. What? Az kereskedő konzolkapi, azt hagyjad. Te refinery-t akarsz, az a falon van mögötte. Lesz a falra felerősítve, két konzol, két oldal. Na, megvan. Na, ott azok a... Wow! Backszalított kellett volna csak hoznom. Hát én 3000-et alig kaptam. Hoztam 2,59%-ért, kaptam 3360-et. A hepás, 3%-ért kaptam 1004-et. Inner materiából sajnos 93%-ot hoztam, mert fogyos vagyok. Akkor még nem a tudtam, kvarc, hogy mi a helyzet, meg egy nagyon kevés kvarcot. Ezt egy eladott kapsz. 4956, szerintem ez egy jó cucc. Ez kezdés meg nem rossz. Bányászattal lehet jól keresni. Hát ez egy páncél, vagy egy fegyverszet. Egy fegyverszet. A páncélszet is kijön, nem tudom. Hát nem a teljeszet, de mondjuk egy mellkasvédő lehet, hogy kijön. Mindjárt megnézem. Több is, annyira nem kerülnek sokan. 1700 a melkas a kicsiből, a nagyból. Igen, a nagyból 4360, szóval azért. Mondjuk ezeket nem veszted el, ruhákat. Átvenném, mert nagyon... Szóval az ilyen egyszerű vásárlás. Csövesen néz ki. 3 perc és itt a hajóm. Oké. Csövesen néz ki ez a izi. Ez a... palást.
Még annól én elképzeltem, hogy ez jól fog kinézni, de egyáltalán nem néz ki jó. Játékosok között hogy oldják meg az ékülöskedelmet a valami? Még sehogy. Ha le tudsz rakni egy fegyvert, és fel tudja valaki más venni. Val. Igen, ennyi kész. Hát így lerakod neki, az meg felveszi, azt csak. Páncél miatt kérdeztem. Azt nem. Mi megvetted volna a csöves izémet? Páncélomat olcsóért? Nem, hanem izém van, csak melbírtam meg egy alapkezdő fejes ezt. Ezeket a költői szép kérdéseket, hogy fejvadász lehet-e le... Persze, már most is lehetsz fejvadász. Azok működnek. Ez tökéletesen működik. Csak nem... Az az egy. Kell hozzá reputáció, tehát hírnevet kell farmolnod, azt nem tudom melyik küldetés ad most azért, és akkor kapsz egy ilyen egy küldit, hogy bizonyíts be, hogy az vagy, azt megcsinálod, és akkor utána egész sok ilyen Bounty Hunter küldit kapsz, hogy old meg ezt az NPC-t, most itt ezt old meg. Sniperre lesz, nem is lenne olyan rossz. Ja, Cica, gyakran járt ide? Ilyen szép sárgás-barnás szebeid vannak. Papi, öljünk FPS AI-t. Van megint? Nekem van egy, nézd meg, neked van-e. Melyik küldi az? Ez security post breached. Nincs, nekem valamilyen. Viszont van egy új izé, új investigation feladatom, ami eddig nem volt. Ezt elvállalom. You see dead people. There are rumor floating around that Hedgehog by the name Brady Blaze is finally kissing Stardust. Talk about our problem is more the Ninetales are willing to... Ninetales az ilyen kalózban, de hogyha jól emlékszem. Igen, az akik itt ebbe a csillagrendszerben. Nekem egy izén van, P.I. Wanted. Aha, az az első, az jó pofa egyébként, ezt meg lehet csinálni, ezt szerettem. Az ilyen, tényleg ilyen hajóbiztosítási kárnyomozás kb. Jöjjek én is, mert lehet, hogy tart megkeresni. Hol valami... Vagy meg Grimhexen van a Deltán. Csak kikérném. Ah, kérsz ki hajót, papi? Valami nagyobbat nem kérsz ki? De, csak áthozatom a hajókat, mert van, ami Hearthstone-ban van, meg ilyenek. Mondjuk ez nem hülyeség. Hearthstone-ban meg most egy ideig nem mennék. Merlin az mekkora, arra nem emlékszem. Ja, az ilyen nagyon kicsi. Ja, az a, igen, most már emlékszem. Annak nincs is Quantum Drive-ja. Van egy Reliant Corém, abba ketten beférünk. Akkor lehívom azt. És már van fizikai tere. Hát csak akkor valaki unatkozik, miközben hajókat lövünk. Az érdemesebb, akkor két hajóval menni meg ezzel, nem? A07. Én veszek egy medipent adotta, már elfogytam. Oké. 07, jó. Az ugrást azt próbáljuk már meg quantum kalibrációval. Oké. És akkor elvisztek engem is oda, ahol mentek. Azt mondom, hogy egyszer se csináltam, csak papíron olvastam, hogy kell szóval. De akkor most jól kipróbáljunk. Igen. Grüzgott, köszönöm. Erre van a hetes. Ezt a hajót még úgyse láttam belülről. Csak kibéreltem, azt kalap. Kicsit hátrébb állsz, és a potroha szétnyílik. Megvan. De szembe lehet a hátra. Ó, ennek van kis raktere is. Igazi drops. Á, az hát azért... Ez
lehetne olyan variáns, hogy dropship legyen, de hát nem 6 embereket szoktak kidroppolni. Ez ilyen kargo, az 6-es CU van benne. Azt hiszem. Ez csak 6-es CU, sokkal többnek érződik. Durva. Mondjuk fejben nem tudok mindent pontosan. Főleg az ilyen SCU értékeket. Az Aurórának tudom, hogy 2 vagy 3 fajtától függ. Húz exterior. Vuff. Milyen szépen becsukta a kis picsáját. Kíváncsi vagyok, ez is átalakul, hogyha flight ready-ben rakjuk. És ebből tudjuk kiszállni. Mi a franc? LOL. Hát ez átfordul a vérbe. Igen. De amikor... Ez de keményen néz ki. Át van fordulva, akkor nem tudsz kiszállni. Szóval vissza kell rakni landing módba, ha ki akarsz szállni. Hát nem is baj. Ez jól néz ki, ez tök gizdai. Ez tetszik. Kicsit hasonlít arra az UFO hajóra. Hát mert hasonló, tehát ez a MISC gyártó, az sok stílus megkizét átvesz, amit az alienek. Én bekalibráltam. Zöld vagy. Zöld vagyok? Akkor mit tudom, te rányomsz? Nyomjam rá? Igen. Rányomtam. Igen, és elindultam. Te is elindultál? Igen, elindítottad nekem. Mindjárt megnézem, hogy ilyenkor látszol-e. Nem látlak. Még az gizda lenne, hogy látnám, hogy itt repkedsz mellettem. Vennünk és kiszálltam. Látlak. Aha, most érkeztél meg mögöttem. Ez nagyon babán nézett ki. Ahol akkor találtam, vagy hol vagy, Ruby? Hú, mi a fasz? Ja, free lookba voltam. Jó, következő. Látom a Brexite-ot, de nem engedi bejelölni. Lehet, hogy rútól ja, azt nem lehet, oda el kell mennünk. 387 kilométerre? Hát valami közeli nincs outpost, amihez oda tudunk ugrani. Nem, az ott lesz. Csak rá kell nyomnom majd szerintem. Zoomolj ki. Ott. Rákattintani. Nem enged rákattintani. Beszélek, nem oda kell menni. Hogy van-e valami közelbe, de semmi sincs közelébe. Hát akkor ide kell szállni. Akkor oda elmegyünk. A Brexite-ra. Amit már most nem látok. Most már látok. Amúgy azt lehet meg tudjuk csinálni, hogy... Hát jó, annyira nincsen messze. Hogy egy OM-hez odaugrunk, és félúton... ki... tehát félúton power off, és akkor abba hagyja a Quantum Drive-ot. Ha. Azt lehet, hogy érdemes. Ez alig... 376 másodperc lesz szerintem. Egy, kettő, három, ja. Ez lehet hogy gyorsabban menni. Mi? Hát hogyha nyomol a shiftet. Ez csak ennyivel megy? Ez ennyi. Ó, de azt hittem ennek 1000 vagy mennyi. Most vagyok maxon 81 000, bár még egy kicsit megy gyorsabban, de nem sokkal. Összehozzuk. Az űrben nagyok, a távak túléljük. Gyorsabban meg lesz, mint amikor átjöttünk Hurstonba. Hát annál biztos. Így meg legalább látják a kedves nézők, hogy milyen élvezetesen le lehet szállni simán is bolygókra, anélkül, hogy rá kvantumoznál a városra, vagy bármi. Ugye én kipróbálom azt, hogy az OM4-ből elugrok a félig. Jó, akkor versenyezünk. Kiír oda hamarabb. Mondjuk én nem látom, hogy hova kell menni. Ja, csak így.
303 méterre. Igen, de én csak azt nem tudom, hogy hol van lerakva. Tehát közel vagyok most? Mit hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy látnám. Filukba néz körül. 600-ra vagy. És az jó papi? Fogalmam sincs, én esküvem látlen. De nem csak a markeremet. A első személy módban. FPS módban. Ja, túlmentél rajta. Majdnem annyival, mint amennyivel előttünk van. Sőt, többen. 573 kilométerre vagy, és tőlünk meg 250-re van a cucc. Ez jó. Akkor megpróbálok elnavigálni. Csak be kellett volna szállni a csomagtartóba. Igen. Főleg már úgy láttam, hogy ez az a küldetés, amikor le kell menni és csak elhozni egy izét, egy fekete doboz szerintem. Vagy nem csak tudom, ez egy Rexite. Hullát keresünk? Igen. Még nem csináltam. Lehet, hogy valami Caterpillar lesz, vagy Starfarer, az meg elég sokáig tart átnézni. Mm-hmm. Jó éjszaka! Szép álmokat! Lesz ebbe a gamebe egyszer kalóz? Jó, hogy én leszek-e a gamebe kalóz? Hát én nem tervezem, hogy nagyon kalóz legyen. Nem tudom, hogy mindjárt elloptunk egy hajót múltkor. Én inkább ilyen bérgyilkos lennék, vagy nem pontosan bérgyilkos, de ilyen mercenary, tudod, ilyen fizetett harcos. Hogyha épp a kalózok fizetnek többet, akkor lehet, hogy kalózok leszünk akkor éppen, de én ilyen független zsoldos sereget toboroznék inkább. Ezért vannak a lovagok. Így. Fekete sereg. Na. Még 136 kilométer. De nem leszek kalonc, de roncszedő lesz a klán többi tagja, meg gyilk olyan népet, hogy legyen sok roncs. Megoldás. Egy a lényeg, hogy dőjön a lé. Milliárdosok legyünk sok hajóban. Na belépünk a izébe, a légkörbe. Lehet, hogy onnan már nem lesz olyan szép életünk. Ja, azt lehet, hogy nem akarsz, mert akkor lassabban lesz. Micsoda? Akkor lassabban fogsz menni a légkörbe. Lehet, igen, hogy majd egyszerűbb lesz a tetején, hát így elnavigálni űrbe, aztán egyenesen. Aha, akkor próbálom tartani az altitűdöt. Pedig már kezdett melege lenni a golyómnak. Igen. Lehelgessed. Per pillanat most hülye hangzik, de alatta ülök, és így csak ülök. És van egy panelem, és annyit látok max, hogy pajzs. Ja, mert hogy ilyen korizé van, tényleg alattam ülsz. Lord, le se esett. Ezdrosz, hallod? Eresztek egy lapos fingot, ez az arcodra fog landolni, ez csak így szépen beterít téged. Így. Milyen jó, hogy leesik, mint a izé, mint a pára. Lecsapódik majd. Figyelj, szegény. Jason megfullad az út végére. Hát ha te mondjad, akkor is bajba leszek, mert izé, felfele meg száll a meleg. Egy jó forró fing, azt azért az feljön utólag. Az egyik megfullad, a másik megfő. Megy már a fűtés. Meleg levegő felfele száll, de azért a nyomás az lenyomja, amikor kifele tolod. Bár nyomás azért van ott. Igen, és utána jön a forgószél. Olyan bárnyomás van a segben, bárcsak ne fingottam volna ekkora. Alakú 25 kilométer. A
Te hajóddal kellett volna menni, Tom. Abba legalább ketten tudnak, vagy nem, abban mindenki tud hasznos lenni. Van egy co-pilot, van egy pilot, meg van egy, egy gunner. Kárt lesz ez tökéletes erre. Ez komoly. Micsoda? Olvasd. Mondjuk lehet, hogy az űrű, amiért... Jaj, tényleg, hát ez egy dolog, hogy fingok egyet, de ez bennmarad a izébe. Újjúj. Kifelé már csak a izit, a rózsalevegőt fújja így. Ilyen patronos, a seg része egyébként az űrűvának, az ilyen patronos, rózsapatron van benne. És minden szaftos fingás után az egyből leszűrés, csak ilyen kicsz. És így, a kedvencem, karácsonyi, almás fahéjas, ó igen, csak neked édesem. Mennyit ér? 5 kilométer? Max safe speed, azt mondja, hogy 353, és megyünk 10-sok ezerre. Én látom furcsán, hogy a bolygó felszínen, mint egy picit meleg lenne. Én is úgy láttam, mint hogyha forró lenne a dolog. Igen, ezek néhány hold, az kicsit meleg. Na, mások. Jó, nem meleg, mások. Meleg. Kiugrásos akció lett? Nem, leszállok. Szerintem itt le tudom tenni. Letárazok. Így mögötte. Ez egy Constellationnek tűnik ez a hajó. Ja, itt szerintem le fogom tudni rakni a hajón. Mögé mentünk? Igen. Hát meg viszonylag egyenes terepen raknám le. Hát ennek a snipernek nem nagy a zoomja, azért. Landing successful. Király, nyitok. Weapon system off. Így meg. Gyönyörű parkolás! Szia, exterior! Ja, nem jutott ki. Itt van jobb oldalt a panel, nézd. Tudod, mint az életben, meg kell nyomni a gombot. Na, én is landolok. Visszafele már nem biztos, hogy úgy van, mint az életben. Visszafele már csak könyörgök, hogy csukodjál már be, bazeg. Így. Az szép leszállás volt, Tom, így bele az egész dzsumbú. Jogé, megállt. Beleszállt a Rexide-ba, vagy mi? De nem, így fékeztem. Easy peasy, lemon squeezy. Ugye semmi damage nem volt a hajóban. Ez kibírja. Sajnos, ez a gyerek már nem mondhatja el magáról a kritből. Ne. Mi a baj? A volt nem már csak kapcsoltam ki a futóművet, és ugrál a hajóm, és ne ugráljon. Ki kell kapcsolni. Lord. Hát miért nem kapcsolt ki ilyenkor teljesen a power-t, meg minden? Hát azt hittem, hogy megállt. Figyú, itt van benya, vidd már vissza a hajóra. Eladjuk jó pénzért. Ó, ott van egy csávó, bele van gyógyulva a székbe, szerintem az nem érzi. Jaj, azt amúgy fel lehet robbantani papi a gáztartályokat. De itt van, de el is adhatjuk őket, itt van pár dolog, ami el is adhatjátok. Szerintem eladható. Csak itt mondom, hogy az új dolog, hogy mondjuk ott egy kék, azt fel tudod robbantani. Ez ilyen bányászó dolognak tűnik. Kristalin mire ma? Mi az? Ja, ez egy Constellation. Most már tuti. Na, sok megismerem. Na, jó van, dobjátok ki a hajóból, azt hiszem, hogy szép lassan elhozom. Itt is van, de sok hidrogén szállított ez. Jó messze állt a 200 méterre. Hát, jó biztonságban akartam tudni a hajót.
annyira nem fontos most ilyen nézni, nem tudom. Hogy itt is van kettő papír, ahol én szálltam le. Ja, itt is látok, mint hogyha lenne egy csávó itt kettő tépve. Azért mondom, papi, mert ide a hajót hátuljába be lehet dobálni. Úgy, papi, nézd csak. Igen. Hidrogén, gázdoboz. Fogod, elállsz minimum 5 méterre, hogy ne öljön meg. Nice. És én nem álltam el elég hátulra. Sebződtél? Meghaltam. For like real dude. Ez papi, így robbantunk fel. Várjál, én visszamegyek hátulba a fegyvernál. Ez Biohazard, ez nem hangzik jól. Elviszik azt is. Szóval hát vigyázz, hogy ne robbants fel őket. Oké, okay, figyelek. Én most veszek egy új pisztolyt. Bukod a pisztolyt? Hát elő volt vége. Lul. Aha, itt látok egy csávót, aki különlegesen néz ki, szerintem ő lesz. Vagy nem. Talán ő lesz. Ez a négyes srác volt, Objective Complete. Ő volt a Security Officer. Contract Complete. Na, fogjunk meg minden mozit. Adj árat. 460 új UAC, király. Na. Ez egy egyszerű küldi volt. Le kellett menni megvizsgálni a hullákon. Jason, ha van kedved, a hajómat elhozhatod. Jó, elviszem. Ja, egyébként ez még egyszerűbb is. Nincs. Szóval nem, ne roslásodjon el. Na jó, van, viszek neked egy ajándékdobozt is. Mi ez? Oh. 5900-ért van Combat Assistance Beacon. Jó, most már eltűnt. Pedig ezt elvállaltam volna, akkor vissza tudja mondani, hogy ne legyen? Igen. Tudom, még ha tudja mondani. Csáva. Ezt amúgy szokták csinálni, hogy fogod, elvisz téged mondjuk egy transport beacont, és mielőtt leraknád, ő gyorsan cancel-ed. Az jó nagy bózis. Nem kapod meg a pénzt. Hát én akkor fejbe lőném. Hát de azért meg te leszel a rossz fiú. Hát az egy dolog, de ő megszopja, mert ugyanott ébred, ahol előtte volt. De mondjuk ez igaz. Utána elmegyek Port Security kirásba, és könnyes szemekkel feltöröm a konzolt. Jó étmonó, szép álmokat! Puszillag, drágám. Black Box-ot megnézhetjük, Mercenary. Blackout küldetés. Az is igen. Az a kén is dobozza. Várja, megnézem. Melyiket mondtad? Blackout. Az a lőtt szét a szateliteket. Jó, az az, amit utáltunk múltkor, nem? Hát lehet, hogy te nem szereted. Azt hát nem szeretem, amikor nem lehetett normálisan, mert bugos volt a izé. A szkenner és... Szkenner, csak hogy lejárt az idő, mindig is ott álltuk, és nem tudtunk szkennelni. Ez egy kicsit idegesítő van. Van egy izé példának okáért, Sector Sweep. 1080-at fizet. Igen, nekem az nem látszik. Milyen jó lenne, nézzé, megosztás lenne. Igen, egyébként quest megosztás, ez tök jó lenne, hogyha csinálna. Vagy hogyha aztán, akkor legalább pénzt lehessen osztani. Csak az lenne, hogy oké, segítek neked sector sweep-elni, és akkor cserébe adjál nekem, viszont adod az egy felét, érted? Vagy hárma vagyunk, akkor harmadoljunk. Hát jó. Szóval lehessen átutalni pénzt egymásnak. Ez tök jelen. Lehessen kreditezni. Mondjuk addig nincsen sok értelme, amíg nem konstans a pénzed. Azt is lassan egyébként megcsinálhatnák, hogy
hogy wipe-olnak egyszer, és akkor, hogyha pénz, az már maradjon meg. Hogyha elkezdesz itt játszani, meg gyűjtögetni, akkor ne az legyen, hogy izé két hetente lenullázódik a pénzed. Hát jó, csak amíg nagyon alakígatják a dolgokat, akkor tudod... Hát tök mindegy, hát majd amikor eljön az izé a végső verzió, akkor wipe-olnak újra. Ja, hogy úgy. De mondjuk akkor lehet, hogy mit tudom én, egyik verzióba nagyon lassan keresel valamivel pénzt, aztán meg felgyorsítják, és akkor az... Benne van. Én hashtag beleraktam 30 órát, azt most 10 jó, órába de... is ki lehet hozni. Jó, de ez egy béta, nem volt kötelező beleraknak. Ez a Biohazard cucc, amit itt hagyta, ez nagyon jó meg van csinálva. Ja. Az... kaki. Az nem hát de jól néz ki. Ja? Nem baj, megkapod a hajót. Jól néz ki. Igen, az a trükkje, azért nem tudom, a radioaktív hulladéknak, hogy azért nem szoktak sokat fizetni. Azért szoktak sokat fizetni, hogy az eltűnjön. Nem baj, itt a hajóján megtalálja majd. Ja, felraktak Tomnak a hajójára? Ajándék, kaki. Szintén még nem tudom, most nézem meg. Yellow System és Grimhex. Akkor igen, az az lesz, amit nem tudtunk soha megcsinálni rendesen. De előtte fel kéne szedni Tomot. Nem kell, hozok egy Jason jön a Cutlass-szel, én egy harci hajóval. Jó van. És majd mind oda megyünk, szkenneljük, és mi is észre tudjuk venni pilótaként. Meg akkor szerintem NPC-kkel ellen is tudunk harcolni, amely így hárman vagyunk. Mondjuk jó. Na, mi a célirány? Grim. Grimhex. Sierra, please! Utána még így kíváncsiságból, hogy mondjuk egy SCN alertet elfogadnánk, és akkor mondjuk a Starfarer-t ugyanúgy megölnénk, csak elvinnénk eladni a cuccát. Hát szerintem azt legközelebb már hajnali egyben igazából, én csak feljöttem egy kicsit, hogy megnézem, hogy milyen a bányászat, azt itt ragadtam. Figyelj Tom, hogyha gondolod és van még életerőd, papír távozása után megnéz. Hát ha csinál olyan küldit, akkor szerintem nézzük meg. Ha nem csinál, akkor majd másko. De mit akartok csinálni azzal a hajóval? Mert nekem most ki van bérelve, szerintem ki is tudom kérni nektek. De nem, hogy... tehát amikor az NPC spannolja... Igen? Akkor van benne kargó. Megpróbálni eladni a kargója? Igen, mondjuk Levskinél. Igen. Mocskok. Aztán ezért multimilliómosok leszek. Beszarok, hogyha oda el tudok ugrani a bolygón keresztül. Hááá, nem tudsz. Jó emet nem jelölt ki. Nem valamiért. Orbital marker. Nem, pedig nem ártana egyébként, hogyha már ő tervezi az utat. Csúnya ez a hajó. Most már értem, hogy miért erre váltott. A Scorpius. És azt mondta, hogy csak valami 5-10 dollár a különbség a két hajó között. Ja, megnézem a ship upgrade-be. Hát mondjuk annyira nem jó. Hát... a fegyverzett páncélra... Mustang bétája volt. Ahhoz képest szerintem azért ez jó. Mustang Beta-nál egy titán jobb inkább. Azzal már van neki.
Neki egy ilyen izé, multi-crew valamilyen nagyon gondolkozott még, vagy amin érted van ilyen normális tér. Hát, az a... Most miért nem hozza be az oldala, ez itt, ja, mert hogy le van terhelve. Még mindig? Aha. Azt mondja, hogy még mindig. Fel ide. Á, nekem bejött a fő oldala. Ship upgrade-et akartam nézni. Ezt nem akarta az igazat. Mondjuk tényleg nagyon lassú. Na nézzük, mondjuk én szeretném az Aurórámat, azt nem a Mustang Deltámat sem, a Super Hornetemet sem, azt hiszem a Super Hornetem is LTE is. De tegyük fel, hogy a Super Hornetemet át szeretném alakítani, most művé tudom, nézzük. Azért most nagyon sok hajót behoztak ezzel a patch-sel meg mindennel. Undorítóan sokat. Defender, azt se tudom mi ez. Saber Comet. Ja, az nem patch, az csak az Anniversary Sale miatt van elérhető. Ja. Terrapin. Santa Kia. Constellation Andromeda. Mercury Runner. Vanguard Hopite. Apollo. Vanguard Warden. Redeemer. A Redeemer az volt ez, amit izé az emberek terveztek annó. Azt felejtsd. Miért? Hát az a limbóba van most. Az mit akar, hogy a limbóba van? Hát az a nem lesz belőle fejlesztési prioritásnak a legaljának adja. Ja. Pedig kár, ez egy szép dropship. Hát dropshipnek indult, de... Retaliator Bomber $275. Szopjatok le, hogy ott van a Retaliatorem, és nem tudok vele semmit csinálni. Mert hogy moduláris. Nem akarod beolvasztani, papi? A lifetime insurance-es. A moduljait kéne beolvasztanom, és átfejlesztenem valami mással. Azt meg tudod, ha vettél az a modult. Csak még nem vettem rá magam, hogy ezt megcsináljam. Meg nem döntöttem el, hogy mit szeretnék a helyet. Egy Crucible-t. Az javítóhajó. Nem. Csatahajót akarsz szerintem. Hát, ja. Orion az a bányász, az a nagy bányász. Egy Hammerhead, az lehet, hogy kiverném a péniszemet rá. De hát $725 azért nincsen erre. Nem is akarom, hogy legyen $725 erre. Az már a túlzás megy. Túlzása lenne. Meg az nem is tudsz. Igen, az nem is használható egyedül. Rakétákat el tudod lőni. Mint a Retaliatorba, de... Ja, meglátjuk még, át kell gondolnom, hogy mit szeretnénk. Lehet, hogy valami easy Constellation kellene nekem inkább. Az a baj, olyat is szeretnék, amivel lehet csak leülni meg ilyenek. Azért vettem a Retaliatort, mert hogy ahhoz... Bearangozták, hogy ott van a social modul, és akkor ott étkező van, és akkor megterveztem, hogy az elejében étkező lesz, a hátuljában raktér, és akkor csempészgetünk a kis csapattal, és akkor közben RP-zünk, játszunk. Az a Mercury Star Runner. Az tud data runningolni, kereskedni, van turretje, egy, három ágya van. Nem tetszettek az a baj ezek. Az olyan, mint a Gemini meg a Starfarer, nem? Ja, hát nem, az a Crusader-nek a... Ja? A jója az... Nézem meg... Az mondjuk olcsóbb is. Na nézzük, hogy le tudom-e szedni ezzel ezt. Már megvan a Skimmer. Jaj, hol vagytok? Erre vagytok. Én itt vagyok Grimhexben. Ó, hát van, igen. Quantum Travel Calibration started by Tom. Ez tök jó, hogy ilyenek. Ja, én próbálok most rádugrani. Mindjárt megnézem, hogy mennyi pénz az, ami nekem benne van, és le tudom olvasztani. Ja, nem, ti máshol vagytok már, mert én vagyok Grimhexben.
Ezt nem a pledge-nél kell megcsinálni. My roms? Nem. Nem. Ott a hangárba be tudod olvasztani. My hangárba ott rákattintasz és akkor exchange. Azt mondja, hogy... Game packages, megnyitom, akkor nekem elvileg package-be. Csak a Mustang Deltán van. Az ami, a játékcsomagod? Ami át van alakítva. Aha, az a játékcsomagom. Mustang azt alakítottad a Retaliator? Nem, azt alakítottam, mert Mustang Gammával. Nem, jó. Gamma volt, és azt alakítottam már Deltával. Delta a harcos. És standalone shipből van nekem az Aegis Retaliatorom, ami lifetime insurance-es. És ami nekem kell, az upgrade-be lesz benne? Nem upgrade-be van benne. Nem, az volt. Nem abban van, komponent. Komponentben van. És azt mondja, hogy ha rányomok, hogy exchange. $25, akkor gondolom összesen $50. Most az a furcsa, hogy lehet, hogy ezért van nekem kettőm. Ja nem, most all van. Várjál. Upgrade. Igen, valamiért nekem két darab izét ad. Két darab Retaliatort ad, amikor ki akarom kérni. Na, papi megtalálta. Nekem van egy másik szükség. Van egy izém, van egy Retaliator base-em. Egy front, meg egy hátsó modulla. De mellette, hogyha megnézem standalone shipet, akkor ott is ott van. Ezt nem értem. De már amikor rányomok, hogy komponent, akkor nem a komponenteket hozza be csak. Mert egy bugos szar az oldal. Na mindegy, szóval $50, és azt hiszem, hogy 150-et ér most a hajó. Szóval az azt jelenti, hogy van $200 nim. A többet ér a hajó. Mert nem. A Retaliator, ami... Ez olcsó volt, ez nem értő be, sajnos. Ez a bombázó, vagy a base? Ez a base volt. Igen, az 150, igen. Így van, és akkor arra rájön még 50, ami a modulok, amiket az be tudok 200. darálni. Akkor ez 200-ról indulunk. Mert kiválasztom őt. Mondjuk. Azt nem értem, hogy ott van a Super Hornetem, hogy ez például az ott van, és ezt miért nem tudom bedarálni. Azt is megvettem pénzén. Ez miért nincs itt a hajók közön? Mondjuk a Super Hornetet nem biztos, hogy szívesen bedarálnám. Azért ez az egyik legerősebb izé, Light Fighter, hogyha nem a legerősebb. Szerintem a Saber az is Light Fighter. Azt mondja, hogy Saber, Defender... Arra nem tudnám, felfele tudnám. Hogyha dobok rá még pénzt, akkor tudnék egy Constellation Arm... ...üzét... ...Andromédát mondjuk. A Constellation-ek az annyira nem jók. Szerintem se, az a baj. Tehát nagyon nehéz manőverezni. Tehát bármi... ...elrepül körülötted. Az a baj, hogy nézem a hajókat, és nem tetszenek. A Star Runner, azt biztos nem láttad. Ez évbe jött ki, ez nagyon kedvelt volt. Mennyi az annyi? Ez $25-ra több, mint a Retaliatorod. $175 a konyró? 225 a modulokat beleszámoltam. Wildfire-t látok csak. Nem látok ilyen Star Runner-t. Igen, tudok egy... Tudok küldeni egy linket? Hát szerintem a chatben nem vagy feliratkozó. Vagy kaptál feliratkozást? Mint hogyha adott volna neked Ensi. Akkor szerintem fogsz tudni. Hát én most megértem ide. Erre gondoltam. Jó, itt nincs sok képről. És ez már kész van? Szóval be tudnék szállni? Nem. Ezért kapsz egy freelancert. Ezt, mit tudom, egy 6 hónapja adták konceptbe.
Na szétlőjük ezt a skimmert, vagy mi lesz? Ja, igen, én meg megtaláltam egy másikat is. Jó. Akkor elkezdem lőni, bizonyban. Jó. Nem vagyok benne biztos, hogy szét fogjuk kapni az aljó. Csá Csaba! Na, mi? Papi, milyen küldetés fogadta? Blackout. A personálból? Fingom sincs. Mi a különbség? Mert én most kaptam 3 crime statot. Igen. Szerintem egy outlaw küldetés fogadta. Nem tudom. Blackout, ez volt ráírva. Igen. Akkor most azt mondom. Az a baj, hogy olyan lassan lő ez a hajó, hogy nem szedi szét őket. Ja, az igen. Lehet, az lehet, hogy legrosszabb hajóval jöttem ide. Szóval lehet, hogy akkor ezt hagyjuk a faszba. Én meg tudom oldani. Azért. Accept, mercenary, hol látjuk, hogy ezt miért kértem? Engem lősz, dude! Ja, bocs, baszki. Igen, ez a... ez majd a majdnem belehajtam. Ez fight. Bocsi. Jó, egy destroy-ja van. Pontosabban 2/3 bír. Kell az utolsó. Valahova ide jelzi. Vagy ez a kő lenne? A kő az... ilyen bányászható kövek lennének? Nem, az csak a prospektorba adjuk. Itt lesz valahol. Megtaláltam. Jason, nálad van? Mhm. Tépsz egy tigris. Jövök én is. Ez az. Kop, kop, motherfucker! Nagyon szépen köszönöm, Don Medex a kopogás. Szevasz! Na, király, objective complete. Ez ennyi? Ilyenkor? Igen. Én már nagyon bűnöző vagyok. Menjünk el izére? Security port kiresre? Letisztítani a izét? A lelkiismeretedet? Hát lehet, hogy jó lenne. Már küldetéseket se kapok. Mind elvette, hogy velem már nem szeretnének beszélni. Akkor menjünk. Te is kaptál. Igen, én is úgy látom, hogy szinte fullon vagyok. De hogy miért ez ilyen kalóz küldetés volt akkor? Nem tudom, igen. Nullán vagyok. Te nullán vagy? Akkor... good for you, good for everyone. Dota. Azt mondja, hogy security port kires. Úgy látom, papi, hogy neked kb. Szétlőttem az egyik szem. Igen, egyébként így eléggé. Az én, hogy mondtad már én így, csak így simán így forgat és így. Hát észrevettem, hogy ott boldogan lövöldözöl meg minden, azt én meg szétszakadtam. Egyik ventilát, vagy mi az egyik vitorlámat, azt majdnem elvitte. Meg jó, hogy csak azt a kicsit vitted el. Megvárlak titeket itt ceilingnél, és akkor innen együtt tudunk kvantumozni. Szóljatok, hogyha ide jöttek. Utam vagyok. Oké. Okay. Bekalibráltam előre, hogy már csak megnyomjuk is. Pam, nyomjuk. Protect,
Contact receive, contact receive, azt mondja. Na nézzük. Alert, shield down. Not, it's not true. Kész. Várjál, még megtalálom. Oké. Okay. És elvileg, oké, okay, azt jó, írja, hogy akkor már csak Jason. Mit kell csinálni a Jasonnek, hogy ő is bezöldüljön? Rá kell fordulni, amerre megyünk. Fordulj rá, security port kiresre. És én meg elindultam. Ő is kijelöli a Star Map-be, és akkor... Halló, Jason? Jason? Jaj, nem nyomom meg gombot. Nem. Várjál, meg kell keresnem, mert előbb annyira túl dobott, hogy is. Szerkezik. Aj, merre vagy mennyi? Na, majdnem. Megvan, 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 megvan. A végteremben is tovább! Nekem is elindít. Na, pucoljuk le magunkról a rossz hírt. Amit tudjátok, hogy csak egyesével lehet. Persze, hát kit érdekel, nem futunk fel. Te jó, hogy nekem nem kell. És... Mennyi perc a hányos szint? Tehát 4-es szinten vagyunk. Jó, hát négy, akkor az 8 perc. 3, meg 2, meg 1. Ja! Az úgy 10 perc, plusz 10 perc. Jason. Doesn't matter. Meg a chatbe eszéket írnak játékfejlesztésre. Imádom. Mikor akkor üzenetet ír, hogy ki se fér, azt már felegyek. Mondjuk én... Na, megállunk. Hú, de nagy csírás van a cseten éppen. Igen, írják az eszéket. Oblivion 5x fejlesztették, oxigén ló. 24 percen van. Csak gyere be, itt van oxigén. Mi? Elfogyott az oxipedem? Vagy mitől fogy ez ilyen gyorsan? Lehet, hogy nincs oxigén a hajódban. Ó. Szerintem az, hogy szét lett lőve a hajója. Jaj, ez... Igen, apró. De ilyenkor szépen lassan visszatölti felfele. Aha, igen, jól van. Na, Tom. Ki akar első lenni megtiszteltetést? Ha gondolod, ezért is csinálhatjuk majd. Rányomhatom elsőnek. Hát mondjuk nyomta addig, én, ha van egy célom, vagy valamilyen. Jó, nincs semmi. Igen. És akkor csak rányomok, hogy use. Igen. És akkor most jó fiúknak elvileg lenne olyan küldetés. Nem tudom, hogy ebben működik-e, hogy... Megállítsanak minket? Hát lenne a jó fiúknak, hogy hackelik a terminált, azt öljenek meg. De szerintem az nem működik most. Meg régen működött, arra emlékeztem. Igen. Ez még 3 pont előtt. Így van. 3 pont előtt volt. Egyébként jó lenne, hogyha ezeket így visszaraknád. Azért adott neki egy kis feelinget, hogy PvP battle. Biztos, ami biztos az én itt elbújja. Lol, én lesz. Nincs itt senki, de üres az. Még. De gízta vagyok, Gac. Lámpa le. Lehet, hogy egy... Ugyanis lett a brrpapam! Mi? Igen. El kell fogadni, bűnözők vagyunk. Ennyi.
folytassuk a bűnöző életet. Nem olyan sokáig már. Még egy 3 perc, 50 másodpercig, de... De már mint akkor már csak egy kicsit kevesebb... Kicsit, sokkal kevesebb, vagy kevésbé vagyok bűnöző. Ezeket így lehet mozgatni. Mhm. Hogy szóljátok? Jaj, nem tudom eldönteni, hogy melyik hajó lenne, ami tetszik. Na, itt van a hajó. Egyébként a Retaliator tök jó lenne, hogyha nem kellene ember az összes turretbe, hogy tudjak lőni. Hát, de így, mindegyik hogy, hajó jó lenne. Így, hogy mindig kell, így ilyen... Nagyon nehéz össze... Meg amikor most tele voltunk, akkor is olyan körülményes volt vele harcolni. Nem úgy éreztem, hogy ó, mekkora fasza, hogy van izé 5 ágyú is mindenki lő, hanem hogy ilyen... Hát, mert az főleg inkább torpedó. Tehát azért, hogy mit tudom én, egy Capital Ship ellen, így bemész mondjuk egy Idris ellen, és akkor kilövöd a torpedóid, aztán elmész. Turetek meg addig hesegetik a legyeket. Hát egyrészt, főleg az, hogy tetején lévő 3 turret az, ami effektív, mert alul csak egy. Na, hogy addig most szerintem ez ilyen pihis idő lesz, mert... Itt így néz ki belőről a Star Runner. Itt vannak képek róla. Már jó a belső dizájna. Ja, nézem. Chadden RX. Meg ennek van ez az első olyan hajó, aminek kidolgozott szellőző rendszere lesz. Hát kurva jó a izére, meg azt mondták, hogy milyen jó a Retaliator, hogy izé az első igazán moduláris hajó, azt azóta lesz a szarja. Hát, nem értem, nem tudom. Nem értem, hát, hogy izé, miért ezt csinálják a helyet, hogy megcsinálnák azt, amit megígértek. Miért kell 827 új hajót behozni, amikor valamit beraktak, aztán meggondolták magukat, hogy máshogy legyen, és azóta lesz a szarják. Tudod, ezt el lehet adni újra. Hát de szopják le a faszomat, fizettem érte, akarom, hogy működjön. Hát de betolvasztani azt néha jó. De a faszomat akarom beolvasztani a kicsi szájukba, így jó mélyen. Kiszt is gyerek vagyok. Úgyhogy én is annyit olvasztottam már. Elvileg végigment. Nyomod vagy nyomjak rá még egyszer? Jó, hatod. Csajézem. Jó. Jó, ez a körszaka, kíváncsi leszek, milyen lesz jövő novemberben. Hát én is. Piramis játék. A piramis játék a keresebb pénzt, ebben mi csak beleüljük a pénzt. Igen. Ez nem egy piramis játék, ez egy dolog, amire dobáljuk a pénzt. Ez egy prostituált, aki nem akarja leszopni a farkadon. Nem egyszer, megcsinálja, aztán azt mondja papíron, hogy úgy bekapja az izéket, a dákódat, hogy még a golyóid is benne lesznek, mind a kettő. És utána már csak a dákó van benne, és kérdezed, mi a helyzet a két golyóval, és mondja, hogy az majd a jövőben benne lesz, és látod, hogy már minden más csinál, de azt a két golyszit nem akarja bevenni. És elmagyaráztam a moduláris szisztemet. Na, szerintem én meg most bagoltam be a padló alá, úgyhogy gyorsan unakülj bele minden. Padló alá beeste? Aha, úgyhogy most nem tudom. És nem tudsz kijönni a levegőbe? Nem, mert most már még jobban beestem alá, és inkább azt csinálom, fogom elteszem a hullajtható cuccokat, aztán utána szerintem kifingok. Ez kínos. Ja, ilyen csöppet. Emléked örökké állni fog. Szia Krisz! Kigolyoztam fáradtan, profi vagyok benne. Ez a különleges képességem. Au! Au! Miért lőttél rám? Bolond vagy? Megsebzett? Nem tudom, azt mondta, hogy au! Oh. Piros volt, meg minden. Ez javító lézer. Hát javít. Tudod, mit javítgass? Adok neked javító lézert, ugye?
Megjavítsalak? Nem. Az nem javít, az csak pusztít. De hogy nem, ez szuper javító lézer. Ha nem javít, az sem. Harapja patkára. Várj, ez egy másik film. Hát, hogy ilyen gyorsan se jöttem ki a hajóhoz, még egyszer sem. Apple Stranger. Nézem, van egy csomó mercenári küldetés. 4. Már lehet neked már döntebben. Nekem egyszerűen alert. Az nincs. Ilyen izé peeping toms van, meg help for stranger. Új, hallottam hát valamit. Nem téged azt akarja, hogy... Igen, én jöttem. Te már itt is vagy. Jason. De hallottam vagy valami olyat, mintha valaki most leszállt volna. Nem, nyitottam majd. Are you sure about this? Ilyen gyorsan ide. Meghaltam. Nem haltam meg. Kibagoltam a teljesen az izéből. Báz. Oké. Okay. Megkérdezd, átmentem a falakon és a hajónál jöttem ki. Jó, megint levett egyet. Most már az utolsó van? Neked még 2 van, papi. Még egy az után, de az már csak 1 perc. Ó. Oh. Nézzük a hiszt itt a cseten közben. Break in at security post Karen. 500 UEC. Na, azt fogad már ne. Fogad, de és minket kell megölnünk. Amúgy lehet, hogy jobb lenne máshova menni, mert itt spannolnak. Ja nem, ott spannolnak fönn, meg itt hát. Igen. Elfogadtad? Igen, már hallom őket. De jöttek, jelöl kell vennem, hogy jó. Jönnek, akkor megyek hátra. Utok itt erre. Au, már lőnek rám szerintem. Jó. Megyek hátra, te előre. Oké, okay, te mész jobbra, én megyek balra. Anyek, elhagytam egy fegyóma. Ki? Okay. Hát itt nincs. Nem itt volt. Na, elméletileg... Hányan élnek? Heten? Igen. Na. Fordul balra. Ó, oh, meg van. 6-an, ugye? Most már csak 6. Tökölj már meg. Jó, ezt kivégeztem. Állam 2. Oké. Okay. Ó. Oh. De sokan vannak ott a közepén. Ó, basszus. What? Milyen közepén? Hol vannak? Ahol voltunk középen. Aj! Téged megöltek? Jason-t ölték meg. Kaptam egy fejlővét. Én még élek. Én is, ott láttam lent valaki. Az halott. Jason, te meghaltál? Igen, olyan Jason, kinyírtek. Makkot kaptam, hogy ez csat. Mennyien élnek még a questedben? Nem tudom, mindjárt. Hát 200 UAC-et kap. Akkor régen már kész. Volt, de itt még szerintem lesz pár. De igen, mert féld, úgyhogy 200-et kaptam, aztán húzok. Ugye ezek despawnolnak ilyen. Az az nem rossz. 31 millió kilométerre vagytok. Ne, leszponolt Hurstonra? Te nem szálltál le izé Orisáron? Mi leszálltunk Orisáron? Leszálltunk Orisáron. De, leszálltam. Amúgy lehet, hogy... Vagy csak, hogyha lerakod a hajódat, akkor számolja. Igen, csak a pilótának érzékeli ezt. Köszi, papi. Megöltük volna mindet? Hát lehet. Már megöltem egyet fönt. Volt egy, kettő, én azt hiszem 2 öltem meg talán. Egyet biztos. Egy. Ott. Jason is megölt, azt hiszem. Én 2 azt hiszem. Hát akkor sokkal több nem lehet. Max 1 darab lehet még valahol elbújva. Hát az... Kuksolhatott a rejtek helyen. Ja, ott meg is rohadhat tőlem. Lenyomod az utolsót, papi? Már nyomom, mindjárt kész. Ja? Ott pörög fent, te ilyenkor nem látod, hogy 1/6-on van? Ne, csak nem néztem. Azt látom, hogy megy sok, hogy hányról megy, azt nem. Tom, Stalker üzeni, hogy holnap megmutathatnád neki a cuccit.
Ja, akkor. Hát én csak LC-ant látok. Local security threat. El is fogadtam. Jó, te már nem kalóz vagy. Kedben megint vannak. De az ez, nem? Most leszpónolnak megint. Igen, azok is szatelitek. Hát mehetünk, akkor én kalózként megyek. Ja, ez nem jó. Ne, nyugodtan toljad, csak nem. Azt hittem, hogy ez az lesz, hogy izé. Hogy ide spawnolnak, mert csak azt olvastam, hogy local security. Igen, az breaking security. Ez kell beállód. Itt kell, küzdődött locking experience combat pilot to assist distraction of illegal servant system that has been appearing in the system. A skimmer. Ja, ne, ez megint ilyen skimmer. Én ezt abandonolom. Ezt nem kell. Aha. Ez csöves, az bánat az, az egész. Ja, szerintem viszont nekem már ez elég. Visszamegyek, aztán tentézek. Megvárjam veled, amíg izé lejön rólad a huncutság, ja, vagy nem Jason. Nem félsz egyedül? Nem. Biztos? Biztos. Hogy milyen egyszerű szerintem meg elmegyek Grimhackre, azt lerakom a spannoló pontomat. Hmm. Mit tudom én, akkor mire ez lejár, akkor 3 per 5 lesz, azt már nem ölnek. Mi Grimhacksben is van, amikor már lelőnek, hogyha gonosz, hogy ez nem a... Lehet, hogy 5 per 5 kell, tehát ilyen mindenkire lősz típusú játékos vagy. Ha. De szerintem ott még azt is tolerálják. Igen, ez én jöttem. Elviszed vagy? Csak ki akartam nyitni. Megyek a koremmal. Itt adtam neked, mert én egy úriember vagyok. Engem erre tanítottad. Úgy kinyitottad, hogy nem tudok interak. Nagyon szívesen. Köszönöm. Ez nagyon sokat segített, papi. Összetört a hajómat. Azt jól utat, figyeld, amelyek is szét is lövöm a gecimen. Ez szétlőhetett, az használhatatlan. Tönkre ment a hajó? Igen. Én csak kinyitottam az ajtót. Ez bőven elég volt. What the fuck? Én nem tudom használni most már. Nem mutat semmit. És megpróbálok beleesni a kokpitba. Hey, oda megyek, ugorj fel a szárnyamra. És a szárnyamról beugrasz. Fejó? Hát én most... technikailag a hajóba vagyok. Ó, na, szuper. Gyakorlatilag beleglitcheltem az aljába. Nem tudok kijönni, szóval most be is ragadtam. Köszi, papi, az ajtónyitást. Nyugi, mindjárt megoldom. Segítek rajtad. Nem kell, más. Megboldogultam. Meghaltál? Hm. Máskor ne nyisd ki az ajtót, jó? Hát de azt mondták, hogy az úri emberek azt csinálják. Hát most én nem tettek róla, hogy ilyen szarhajód van. Ó. Jó. Imád ki? Hagyjad, az már halott így. De jó vagyok akkor, hogy portoli szárom. Lehet, hogy most magamat is megszopadtam. Nézzük. Lehet. Mennyire lesz ideges, hogyha nálam meg működik? Hát jobb is, ha működik, mert rosszul raktad le a hajódat. Enter ship. Jó, hát akkor az a te hajód most. Mert a Reliantodban nem tudsz visszatalálni, mert nagyon jó parkoltam. Tökéletesen parkoltam. Jó? Nem kell autogatni. Azt vigyázz, mert ez gyors. Igen, észrevettem, lehet, hogy minden. Kicsit majdnem megtörtem a hajóra.
Meg gyenge, tehát... Van rajta sok fegyver viszont. Jól néz ki. Oh-oh! No, you're not. Na szóval ott tartottunk, hogy... Dalamar. Nem Dalamar. Crusader. Portalusser. Ja. Portalusser. Hm? Meg fogodom még jönni. Hát én már csak lerakom a hajót, aztán kilogolom. Oda megyek a szóval. Jó. Mert azt mondta, hogy Hearthstone-ban már nem lesz semmi, ami miatt érdemes lesz oda mennünk. Hogy lejár hát, az expo. Vége, úgyhogy... Az volt, hát ott bányászoknak azért nem rossz, nem? Ott lenni. Azoknak. De itt is elég jó, tehát itt is vannak jó anyag. Jela körül meg Levskinek. Meg gondolom talán azoknak jó, nem tudom, akik... Tudnak kommunikálni egymással, hogy figyú, Hearthstone-on most nagyon jó áron veszik a fához vert lófaszt. És akkor megveszi Olisszáron és elviszi oda. Ja. Csak mondjuk az nagy mennyiségbe érdemes. Hát akkor igen. Akkor ott teszel meg. Igen. Ilyen Caterpillar vagy Constellation. De az még nincsen benne, nem a Caterpillar. De benne van Caterpillar. Igen, mert lehet caterpillarozni. Nice. Azt lehet, hogy még nem... Szóval mindegy. A hosszúkás... Vágom, melyik az. Csak nem tudtam, hogy ezt már betették. Ó, hát az már 2 éve. Igen, akkor csak nem vettem róla figyelme. Kellene egy jó kis taxihajó, azt az NPC-ket hurikázni. Na, lesztek. Lám van a... Ó, nem volt lenne a landing gírem. Ez sok mindent megmagyaráz. Welcome to Port Olyphant. Hú, bazd meg, hát ezt leraktam volna egyedül. Mit csinál, be van rúgva? Be van rúgva az autó? Hát egy kicsit. Akkor csak jó, power off az. Sikerül. Kicsit nehéz szűrés volt, de sikerül. Na ez az. Hello, baby! Ilyenkor egyébként itt Olisszára, hogyha feljövök, találok olyan szobát, ami nyitva van, lefeküdni? Nem, a szobák azok olyan... Még tök jó lenne, hogyha nem... Spawnpontnak szám... Nem csak kiszállás lenne, hanem... Tudom. Beszállás. Ők is úgy szeretnék, csak... Szerintem az... Max a server machine-gel jön össze, hogy... Akkor már MMO... módban... Ezt a kurva minden itt teki, hát a jó Isten tegyen téged teherbe már elnézést. Hát a szívem megállt. Basz meg. Te így érte, látod? Na jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jó pihit néktek. Ciao. Szevasz, neked itt. Fiúk, lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok legkésőbb, legközelebb. Vasárnap találkozunk, hogy mit játszunk a szupertitok. Valószínűleg Birds of Drift-ezünk, mert rá vagyok függve, de szerintem ki fogjuk próbálni a
Red Dead Redemption 2-nek is az online részét. Legyen csodálatos estétek, pihenjétek ki magatokat, legyen gyönyör szombatotok, sziasztok! A hajha test, ez egy félisten nagy gyereles, szívesen máskor is, de tényleg, az hogy van, még ég tegnap. Éjezek egyszerű türke tények, itt én vagyok a torta, meg a hang. Hé, egyet tart, egy két erős új, de pillepuha vagy szóval bámulj. Tudj jeges tél, dicsért a bátor tűzlopót. Épp felekül más jót! Ó, nap felé lasszóztam én, úgy grátis, hogy dupla annyit legyen fény. Értem a szél virtusát, ez semmi, így gyors az állam, mint orlát. Hát szívesen máskor is, de tényleg, hogy el vagy sziget megmenekül, és azt hiszem, te csemete, honnan is ered a természet feleje? Az ár, a fű, a föld, ma új picikét beleszöszölt. Akkor ne kell, mint csirázható, egyébben fakad a bókuszdió. Itt a lecke vihetett haza, most komoly a fara, a ma új haragos, kik a halakon kitetovált, viszi ügyeim lenyomatát. Napokba megyek, ott pörög a buli, úgy a picike ma új, míg a nem cuki. Ha, 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 hey! Ha tegyem hozzá meg az, hogy nincs mi van, hogy nincs mi, hogy az én én megvárnám, de sajnos érted? Most te is mondd, hogy tényleg nincs mi, nincs mi, úgy tetszik egy csóhat még, mert ez nekem optimális kincs is, nincs mi, a túlzás hát az nem igen vagy még, nincs mi, nincs mi, nincs mi, nincs mi, és köszönj!